Jó estét kívánok mindenkinek, igen, jó lesz, köszi. Jó estét kívánok mindenkinek, sziasztok, sziasztok, sziasztok. Cső Laci, szia Tibor, hello. Kívánok mindenkinek, mit kiabálok, mit kiabálsz Nozdani, hello. Hello, 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 sziasztok, sziasztok, sziasztok. Megérkeztünk máma. Hello Zoli. Zoli, ma nem volt videó, nem tud írni, hogy jó volt a mai videó. Hello, cső Domcsó. Cső, 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 cső. Sziasztok. Cső, 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 cső. Mi lesz ma? Pénzkiásás! Pénzkiásás! Hello, hello, sziasztok. Cső, 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 cső. Még maradt egy kis Summer's Beam, azt megiszom így a live elején, jó? Hogyha nem haragszotok. Volt egy kis baráti összejövetel, és akkor dumálgattunk. Hello, 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 sziasztok, sziasztok. Jó napokat, még maradt egy kicsi, ezt megiszom így a live elején. Hello, hello, sziasztok, 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 csá, csá, csá. Ja, tényleg, ti már tényleg volt videó. Hello, hello. Ó, Dival, kell vinni Kristóf Olajcsonyát, nem jutottam el vele, sajnos. Hello, 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 sziasztok, sziasztok. Nem Győrbe lakok, nagyon messze lakok Győrtől. Hello, hello, szia Bálint Illés. Sziasztok, sziasztok. Igen, ma több dolgunk van, azért mondom, hogy ma több dologra kell koncentrálni, meglátjuk, mi fog kisülni belőle. Szia, Levi! Megkívántad, Kárs? Hello! Jaj, Anita, te mindig jó, jó, hogy szólsz, Anita, látod? Jó, hogy itt vagy. Már nyomom is. Hello, hello, sziasztok, sziasztok. Mikor lesz illegál Mihály kicsit? Ma fogunk kiásni pénzt. Hello, 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 sziasztok. Sziasztok, sziasztok. Köszi szépen. Még nem, Ádám. Amíg van ennyi rendőr, addig nem. Toborzunk először, toborzunk. Sziasztok. Jól vagyok, köszönöm szépen. Így van, Oreo, jól esett Discordon az üzenetet, köszönöm. Nagyon király vagy, köszönöm szépen. Szia, Marcel. Marcel, feladtam a ma a dedikáló kártyát. Holnap ott kell lennie, jó? Csak azért késtem, mert nyomtatni kell. Elfogytak a dedikáló kártyák, sajnos. Hello, hello, hello. Két minkés és fokozd le magad. Oké, Kevin. Köszi Párda, 7 hónapot, elég jó napon. Felvéke végre kisorsan a rádióban és otthon a 25... Felvéke végre kisorsan a rádióban és otthon a 20... Mi? Nyertél 25 ezer eurót, Párd? Hát ez nagyon jó, ha jó értelmezem. Rádióban. Most, ha jó értelmezem, akkor te nyertél 8 millió forintot, az nagyon jó. Hello, 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 hello. A Faterra kezdünk, így van, így van, így van. Most mondom, múltkor rendőrködtünk. Párd, hát őszintén gratulálok neked. Hát ez nagyon jó. Nem tudok megtartani, Bence. Én is köszönöm a támogatást. Nem az enyém, vissza kell fizetni a 200 millát. Meg még pluszba, többet is. Hello, hello. Oké, Pír, nem ígérem, de jó ötlet, köszi. Jól van Kitti a család, köszönöm szépen. Jól áll a konyha, Lilla. Instagramon meg tudod nézni, ma kiválasztottuk, hogy milyen legyen. Szombaton házfelújításos videó lesz, jó? Valaki kiásta a pénzt? Nem hiszem. Hát azt nem tudhatja senki, Max MG-ből. Köszi Párd! Oszt is 5 subgiftet! Hát hihetetlen! Marcinka Ákos, Martin Medvegy, Zoltán Fritz, Csík Noel is donétel, Adrian Szűcs és Forsong Ádám. Köszönöm szépen! Szia Domi, hello hello, köszi Pár, nagyon kedves vagy, és tényleg gratulálok a nyereményhez. Használd nagyon jó célokra azt a pénzt. Hello hello hello. Miért éri meg kiásni? Mert ha tartozunk és nem fizetjük vissza a tartozást, akkor megszorítja a Fater a tökeinket. Sziasztok. Boldog névnapot Peti, így van, Péter névnap van máma. Ismertesse a Petiket. Hello hello hello. Jó, Noel, köszi szépen, majd szombaton lesz videó belőle, jó? Meg tudjátok nézni. Zoli, te most nyertél először, Zoli. Nézd meg. Hello, hello, hello. Nagyon jó, mert olyan sapkát kaptál. Először nyertél subgiftet. Köszi Párd még egyszer. Köszi Keresztesi István. Nagyon jó ember vagy, Dani. Köszönöm István, nagyon kedves vagy. Köszönöm a kedves szavakat. Igyekszek. Vannak nekem is hibáim azért, de... Igyekszek jó ember lenni, köszönöm szépen. Hello, 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 sziasztok. Én is köszönöm, Ádám. Nokedli még nem nyert, Nokedli, ami késik, nem múlik.
Hát látod, Zolán, látod. Látod. Nem mindig van ilyen. Köszönöm, Máté. Amerikán felvétel lesz majd, igen. Nem tudom, Darumadár. Szia, Péter. Boldog névnapot, Peti! Ma Peti névnap van. Köszi Ádám Player a live-ra jungó is a tagságot. Azért mondom, ha nem haragszatok, még maradt ennyi Summer's Dream. Kis baráti beszélgetés volt így live előtt, egy étterembe. Úgyhogy ez még megmaradt, azt még megiszom így a live elején. Hello. Köszi Domi, így van. Hello. Mirza, jöhet! Ú, de hiányoznak azok az idők. De jó volt. Nagyon jó volt. Életmentő volt a 6. óra után. Igaz se volt. Már jó rég volt. Jó volt a kaja az étteremben. Nagyon, igen, finom volt. Köszi Sanyi, sziasztok! Mi van veletek? Hát hónap vége van. Ne idegesítsetek már. Hónap végén donétőr. Igen, ezen a héten sajnos nem lesz több live. Jövő héten hétfőket szerdán vagyok, utána nyaralni megyek. De videók lesznek. Mit ettem? Gombást. Felszínes gombás sírke. Megmondta a feleségem. Hello, Valti! Nem tetted, ja. Niki nem szereti a gombát. Én nagyon, régen nem szerettem a gombát, de most már nagyon. Hívő vagyok, Mátyás, igen. Tegnap megfelelkeztünk egy évfordulóról. Mi volt, Laci? Ne idegesítsé. Ne idegesítsé, miről feledkeztünk meg? Hello, köszi, Shades! Mi ez a sok donation? Köszönöm! Hello. Ház, hogy van? Mondom, szombaton lesz videó, meg van vágva már, szombaton lesz kitéve, jó? Mi a YouTube neved? Nasz Dániel. Elvitte a Balaton Domcsó, nem baj. Subgifteltél már annyit. Tegnap volt egy éve, hogy van subgift a csatornádon. Nagyon jó, Laci. Laci még ezt is követi. Ezt ünnepeljük meg valahogy, nem tudom, egy lájka. Köszi. Dani nem tud subgiftet osztani, úgyhogy nem vagy tag. Tudod? Római katolikus keresztény vagyok. Voltam Rómában még az előző pápánál. Hello. Nem baj. Merre mentek nyaralni? Olaszországba megyünk. Ugye Egyiptomba sajnos nem ment a járatunk, és így átfoglaltunk egy olaszországi nyaralásra. Oda csak 1 óra 20 perc a repülőút, úgyhogy hát bízunk benne, hogy oda megyünk. Hello. Mikor kezdek? 45-kor, Marcel. Kiássuk a pénzt, ezzel akarok kezdeni. Aztán lesznek ma meglepetések. Jövő héten megyünk oda. Bári. Azt hittem először, hogy Bari, de amúgy Bári. Báriba. Ez a terv, úgyhogy azért nem leszek egy hétig, de majd kiderül, mondom, csak ha már ott vagyunk, akkor tudok mondani. Biztosat. Hello. Kell fémdetektor, azt vinnünk kell. Bocsánat. Sziasztok. Valorant nem, hiszem Ákos Fülöp. Nekem az annyira nem jön be az a játék. Hello, sziasztok. Jó estét. Jó bírják a szünetet. Báriba. Ásó is kell? Köszi, Sanyi. Ja, tényleg kell. Hát ki kell ásni, tényleg. Oké, hogy megtaláljuk fémdetektorra, de ki is kell ásni. Velencében? Voltam már Velencében, amúgy, de a családom még nem, úgyhogy meggondolandó. Az tegnap volt Krisztiantal. Sziasztok. Jól vagyok, köszönöm. Holnap Siófokra megyünk, Zlati. Igen, ott leszünk a hétvégén, azért nem lesz stream, mert kicsit balcsizunk. Igazából a szállást kell reklámozni, és akkor így ilyen deal van a szállásadóval. Egy apartman hotellel. És akkor TikTokra gyártunk tartalmat cserébe. Ja, hello. Nyuszi-muszi? Igen, felvettük tegnap Nyuszi-muszit. Imádtam a kisrácot, úgyhogy Amerikán felvettük. Köszi szépen, aranyosak vagytok. Nem tudom, hogy mennyi idő lesz, mert több mellékszálunk van. Azért is adtam ezt a címet a streamnek, hogy a mellékszálakkal foglalkozunk, mert múltkor végig rendőrként csináltuk a dolgokat. Attól függ, hogy fog alakulni. Nem tudom. Egyiptomban nem megyünk így, meg most 50 fok van ott, úgyhogy nem is baj. Oda lehet, hogy télen kéne menni. Ádi szokott idegesítő lenne? Mindenki szokott idegesítő lenni, én is.
én is. Vannak olyan tulajdonságai az embernek, amik idegesítőek, de nem baj. Hello, hello! A tundrában ásul. Ja, a tundrában megyünk. Templomnál is detektorozni kell, igen. Igen. Lesz videó Olaszországban, meg szerintem live is, igen. De mondom majd, ha csak ott leszünk, akkor. Mert hogyha megint nem jön a gép, vagy bármi ilyesmi lesz. Nem ketten megyünk. Jönnek a tesók is. Hello, hello, sziasztok! Szülnapos videó, képzeld el, Májc, azért nem jön ki, mert nem érkezett meg Ádika ajándéka, pedig már megrendeltem vasárnap. Úgyhogy remélem, jövő hét elején kijön a videó. Faternak vissza kell adni a Faternak, mert a számlákba rakta. 100 milliót kell visszaadni, bocsánat, 103 millió 180 ezret kell visszafizetni, és a többit a rendőrségnek adhatom. Ugye így mondta a Fater. Hát igen, Zolix, igen. Jó idő van. Mondom, azért még van egy kis szemérzőm, ezt megiszom, ha nem haragszatok, ennyi van. Már csak voltunk étteremben most barátokkal, így live előtt. Kicsi ünneplés volt, és akkor jöttem live-olni. Úgy volt, hogy nem lesz live, de nem mondtam le. Mert úgy volt, hogy 6-ra menjünk az étterembe, de akkor mondtam, hogy menjünk 4-re, és akkor így tudok live-olni. Hello, 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 hello. Ja, tényleg valami disznóürüléket is live, tényleg a Faterhoz kellene menni. Na, az majd adja magát. Fordított házat már megnéztük Alexandra tavaly. Hello, hello, hello. Megérkezik, meg utánvéttel vettem, csak bosszantó, hogy azt mondták, hogy odaadták a futárnak, azt két napja nem jön a futár. Tegeződhetünk, persze. Nem még én aggasztján, még érted? Igen, jönnek, Dominik. Nem tartom meg, Tibor, nem. Hello, hello, Ádi ajándéka még nem érkezett meg. Ne ígérgessek, igen. Igen. Most elmondtam, hogy mit fogunk csinálni, de korán sem biztos, ezt azért illik leszögezni. Bármi megtörténhet. Tudod ki a bácsi Krisz? Kinek már nem működik a szerszám, tudod? Hogy tapád, hogy fel a nevére pénzt. Hello, hello, mi az ajándék? Hát ez videóban fog kiderülni, de ezért nem mondom el, mert még ő se tudja. A gyerek se tudja. Szép kora estét, szia Józsi, cső. Vivi jól van, köszi szépen. Nem biztos Lorenzo, még nem tudom, még nem is kérdeztem meg. Hajdúszoboszlón videós találkozó, nem hiszem, Pír. Debrecenbe, és akkor a hajdúszoboszlóiak át tudnak oda jönni szerintem. Ja. Jól vagyok, köszönöm. Ja, mert azért kell visszafizetni a Faternak, hát tényleg most jut eszembe, mert akkor elveszi az autóinkat és a házunkat is. Honnan tudta meg a pénzt a Fater? Elszóltuk magunkat. Ja. Na, 45 van, megyünk fel a szerverre. Jó, ásással kezdünk, jó? Oké? Nem zavarhat meg minket senki. Ja, és a tegnap az Amerikán, ott majd a szedd alá nem lesz sajnos, mert copyrightos az lenne. Nem szerezhettem bevételt tegnap a live-val, képzeljétek-e. Rosszul is lettem. Nem lesz konyha bútor. Na jó, ma volt a konyhás, úgyhogy lesz. Tényleg? Azt majd küldik a számlát, hogy fizetni kell. Hello, hello, sziasztok! 103 millió 180 ezer. Annyit kell visszafizetni, a többit adhatom a rendőröknek. Na szóval, mehetünk fel. Megyünk ásni, jó? Megyünk ásni. Ezzel, jó, már múltkor lecseszett egy néző, emlékeztek? Titi, szedd alá! Titi! Lecseszett egy néző, hogy mit ígérgetek. My hands stable, I feel able to turn the tables. I could do this. Just keep moving, keep your hands up, stupid. I feel lucid, a new view, and I can see the end. I can see my future. I can do it. Az olasznak 185, de Máriónak 3 millió, azért mondom 103 millió, 185 ezret kell visszaadni, és
Főnök, ezt keresném. A főnök nincs. A főnök nincsen most. Nem. Nincs, de... És hát nem vitathatjuk a rendőröknek. Biztos vagyok benne, mert már... Jó, chat, ő van a tundrába ásó. Meg detektor biztos nincs. Meg egy összeggel, mivel kocsi cseréltünk, és meg rádabott volna. 5800 forintunk van. Igen. Mennyi a detektor? És ezt már rég kaptak, nem? Láj, végén meg kell halni, igen. Igen. Miért a rendőröknek? Tarts meg. Hát, azt a fater látja. Mondjuk van 231 milliója a rendőröknek. Ja, bocsi. 186 mondtam. Nincs telefonunk se. Bakker, te... Vegyük le a fizetésünket? Mennyi a fizunk? Kéne levenni pénzt a rendőrségről, nem? Menjünk be? Vegyünk le 1 milliót? Azért annyi minimum a fizetésünk, nem? Azért annyit dolgoztunk már főnökként, hogy levehessünk 1 milliót. Azért, hogy legyen már nálunk pénz. Több, biztos, hogy több a fizetés, de 1 milliót. Van 2 millió. Én is azt mondom, hogy... Nem kell kérni a főnöktől. Nem tudom igazából, hogy mennyi a fizetésünk. Sajtól játszottam Balázs Ádám, aztán azért. Nincs pénzem, de mondom, hát most... Veszünk le a szépbő pénzt, hát most eltűnik 1 millió. Úgyis utána visszarakok 95 milliót, vagy mennyit. Hát akkor meg... Nem probléma szerintem. Semmi, nem egykor rendőrségnek kivesznek. Ennyi. Ebbe van ugye hátul? Rendőr van. Na most nem vagyunk sokan fent, úgyhogy most van idő a mellékszállakra. Nem veszünk autót, csak nem. Jó, ásó van, akkor detektort kell vennünk. Detektort kell venni. Jó, meg felpakolunk. Jó, megyünk a rendőrséghez. Kaja, pia, teló, ilyenek legyenek meg. Hosszabb szét a kollégák között. Nem. Azért nem, az illegálokkal is kell fairnek lenni, chat. Azért ezt ne felejtsük el, hogy oké, hogy van ennyi pénz, de nem oszhatom szét a rendőrök között. Ők kapják meg a fizetésüket. Normálisan. Álljunk már, jó. Szia, Jimmy! Hello! De jó lenne, így nem lakod, semmi baj nincs, de jó vagy. Hello, Bali! Mi baj nincs! Sok volt a Summersby, itt aztán nem kéne vezetni. Tényleg, lehet a Summersby a hibás. Még van 2 kortyom. Ezt lehet, ma nem kéne meginni. Na, felejtsük el. Főpakolunk, jó? Keres. Twitteren kiírták, hogy kerestek. Azt hittem, hogy OC. Timár Mihályt kérném a rendőrségre. Jó, Timár Mihály megjött. Ez a csávó az? Aj, de nem! Most kiásni megyünk a pénzt! Nem rendőrködünk! Nem hagyjuk, hogy eltántorítsuk magunkat. Ez durva, Laci. Köszi, hogy te ezt így tudod. Nem szólunk hozzá. Vegyük le a Solit, Mark? Nem tudom. Szerintem maradjunk Soliba.
sziasztok, szép estét. Fegyver is kell nekünk, chat. 5 hamburger. 5 ilyen cucc. Oké. Hello, hello, sziasztok, aki most érkezik. Timár Mihályt kérném a rendőrségre. Timár Mihály most elfoglalt. Meg nem tudom, hogy megnézzük mindjárt az SMS-einket, nem úgy, hogy hogy nézünk ki. Veszek ki még kaját. Fémdetektor a raktárba. Á, veszünk, azon nem múlik. Ez mi? Nem ez az, chat. Nincs telefon, bakker. Nem ez az? Minek vegyünk, ha van itt? Nem? Chat, minek vegyünk? Menni kint a boltrablásra, de nem, ezt beszéltük most. Felvett a szolgáltat. Most voltunk múltkor, most a mellékszálakat akarom csinálni. Menjenek nyugodtan a kollégák a boltrablásra. Most én ezt akarom csinálni, mert múltkor már megígértem nektek. Ásóhoz van a tundrába. Tiszteletem. Szép napot, tiszteletem. Szép napot, kollega, mi újság? Minden rendben van. Rendben, igyekezzen a boltrablásra, köszönöm szépen. Jó, rendben, rendben. Nekem nincs autóm, az az igazság. Rendben van, akkor jöjjön le a garázsba és adok magának egyet. Jó, köszönöm szépen. Adok a kollégának autót, hogy menjen. Ásóhoz van a tundrába, chat. Jó. Marcel mentős, képzeljétek el. Ásó, az van, chat. Menjen, kollega, a nyomás. Jó, rendben. Adtunk a kollégának autót. Most nem, mondom, a mellékszálakat akarom csinálni, mert azt is kell. Jó, lezárták. Ott vannak a többiek. Most mi nem állunk ott akkor. Kell telefon. A pénzt akarok levenni. Igen. Mennyit vegyünk le, chat? 1 millió? Reális. Úgyis visszarakunk 97 milliót majdnem. Nem? De másokban lapát van. Tehát a másó van. Fegyvert is veszünk le. 1 millióba biztos nem lövünk mellé, annyit már dolgoztunk főnökként. De viszont civilbe maradjunk, nem? De az egy golyóállót húzunk fel. Nem tudom mennyi a fizum. Azt se tudom amúgy, hogy mennyi a fizetésem. Minek raksz vissza 90-et? Jó, elmondom, jó, chat? Tartozunk a faternak 200 millióval, amit ki akarunk ásni. Tartozunk Márionok 3 millióval, és tartozunk az olasznak 185 millióval, amit itt a számla menüben tudtok nézni. Azt mondta a Fater, hogy elég csak 103 millió 185 ezeret kifizetni, és a maradékot rakjam be a rendőrség kasszájába. Amúgy ez tök jó le van erpészve, hogy nem kell pénzszállítás, hanem így rajtam keresztül rakunk be a kasszába pénzt. Ezt amúgy vágjátok. És viszont ha nem csinálom ezt meg, hanem elteszem, szia Pedi, akkor elveszi a Fater a házunkat és az autóinkat. Ezért kell ezt megcsinálni. Remélem így érthető. Remélem így érthető mindenkinek. Jó, betűröm a pulcsi malá a golyóállom elényt. De ott leszünk közel a barkácsbolthoz, úgyhogy hogy letöcsöten kiabálni. Ha nagybetűvel írsz, Mátyás, akkor az azt jelenti, hogy kiabálsz. Nem is erre kell menni. Nem tudjátok, hogy lehet kiabálni a csetel? Ha Facebookon is írtok nagybetűvel, az azt jelenti, hogy kiabálsz. Ezt nem tudtátok, chat? Vagyunk az irodába? Jó. Na, veszünk ki pénzt, mert kell mindenre. Mindenre is. Igen, bocsánat, félre mondtam. Fegyver is kell, tényleg.
Jó, 1 millió cset. 1 millió. És fegyvert, fegyver is legyen nálunk. Szolgálati fegyver mehet a szanyadikomban. Le kell mennem megint. Azzal a legjobb csoki evő. Hogy burkolta, hogy kövérez le valakit, Jesse? Jó. Bosztárolóban van a fegyver, de nem veszünk. Hát van, oké, de itt veszünk ki. Habit. Jó. Na, hamburger! Azt nem adjuk könnyen. És legyen egy 200 lőszer nálunk. Jó. Boldog névnapot a Petinek, Petiknek, így van. Na, chat, akkor menjünk kiásni a pénzt, jó? És akkor rendezzük a számlát. De telefon is kellene. Sokkal nem kell nyitva. Annyi a fizetésem? Nem tudom amúgy mennyi lehet. Most törzsőrmesterben volt 65 ezer óránként, ha jól emlékszem. Tímárt Mihály, kérem a főbejárathoz. Nem lesz jó. Igen, fölteszem bankkártyára. Csak kell telefont is venni. Menjünk akkor ki. Ja, valójában 65 ezer óránként. Szerintem ez a csávó vár minket. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Jó napot! Maga keresi Tímár Mihályt? Igen, én vagyok a személyesen, tessék! Na, a felettesével már beszéltem. Igen? Igazából lőszert szeretnék vásárolni. Azt mondták, hogy maga tud nekem segíteni ebben. Ezt ki mondta? Nem tudom, az előbb kiírtam ugye Twitterre, hogy rendőrt kérek ugye a rendőrségre. Idejöttek és azt mondták, hogy maga lehet, hogy tudta ebben segíteni. De nem biztosra mondták. Van fegyverengedélye, uram? Igen. Akkor a fegyverengedélyét szeretném látni. Ittem egy szemezőt, mert étteremben voltunk, és itt iszokattunk, aztán most már ez volt az utolsó kort. Mondj! Én ezt most nem értem, adhatok el neki? Az Ubrig állította ki. Adjunk el neki lőszert? Miki vezetett? Miki vezetett. Adhatunk el neki 9 minist? Rendben van, uram. Milyen elvett már a rendőrségtől lőszert amúgy? Előtte is? Igen, igen. Milyen árba adták a lőszert önnek? 1500, azt hiszem, ahogy így. 1500 per darab? 1200. Igen, persze. Értem, értem. És ő, ugye látom a papíron, hogy önvédelmi célból szeretné. Ő hol dolgozik, uram? Én bányász vagyok. Bányász. És eléggé veszélyes, tudja. Értem, és akkor van fegyvertartási engedély és önvédelmi célból. Rendben. Mennyi lőszerre van szüksége? Egy 1000 darabra. Mert ugye fegyvert azt megvettem, lőszert azt nem sokat vettem hozzá. 50 darabot vettem az előtt vissza. Most adjak neki 1000 darabot? Ha jól számolom, akkor az 1,5 millió forint, ugye? Igen, igen. És nem tudom, mi van, chat. Adjak neki. És ő előzőleg kitől vette a lőszert? Hát nevét nem tudom, mert nagyon furcsa neve volt az úrnak. Nem tudom elmondani. Milyen rangban volt, azt se tudja? Szerintem ő a főnöke magának. Full fehérbe volt. Aha, akkor Übrig volt, nem? Nem az volt a neve? Übrig? Igen, igen, igen. Csak nem jegyezte meg, mert furcsa. Teddy, itt vagy? Lehet ilyet? És ezt én nem tudom. És akkor mennyit? 1000 darabot venne? De akkor az 2 millió, mert itt nem tudta eldönteni, hogy 1500 darab, vagy 2000. 1500 vagy 2000. Rendben, rendben. És ezt ki mondta önnek, vagy annyiért vette? Hogy ki mondta? Hát ki mondta, hogy mennyibe kerül?
Hát akitől vettem. Ja, hogy az übrig, értem, van. Értem, hogy ő persze, adta ennyiért persze. Önnek, Martin, ugye? Persze, így van, így van. Jó, és itt is van önnél a pénz? Nincs. Nincs. 200 darabot lehet? Rendben van, 200 darabot tudok adni. Ő... Hogyha jó, 500.000 forintért. Jó, jó, az is megfelel, persze. Jó, akkor menjen a pénzért, és akkor hozom is. Jó, rendben van. Tehát csak most adom neki, most max közmunkázunk, de most ezt nem... Ha Übriga azt mondta, akkor biztos, hogy lehet. De amúgy kicsit följebb tornáztam az árakat. 200-at adunk. Na, de utána megyünk kiásni a pénzt, mert ma megint nem jutunk el kiásni a pénzt. 500 000-é. Hát önvédelemre használja, azt mondja, hogy... Arra használja. Nem jó. Sziasztok. 200 darabot adtunk, 500 000-é, az most jó. Rosszul számoltam? Nem baj, megveszi. 200k-val többet mondtál? Igen, az direkt. Kilencmilliske, tényleg nem is micsoda kell neki. 45 ACP chat. 9 milliske kell neki. Ja, hogy én itt tudok venni. Hogy én itt tudok venni 5 forinti darabját. Hát ez jó üzlet volt mindenkinek, nem? Chat, ez a világ legjobb üzlete volt a rendőrségnek. Hát én itt tudok venni lőszert. 5 forinti darabját én meg eladtam mennyié. 1000 forinti vettük. 490 000 rajta a haszon. Hát ki ez az üzletember amúgy? Lett egy kis profit! Hát üzletembernek kell lenni. Tehát tényleg odaadja a pénzt. Értitek, mi visszatesszük az ezrest a rendőrségre. Ez nagyon jó. Itt is van, szerintetek ki fizeti? Üdvözlöm uram, 9 millis lőszert mondott, ugye? Igen, igen. Rendben van, Martin, akkor át is adom önnek. Szép napot, kollégám. Jó napot, kollégám, maga itt dolgozik? Nem. Akkor mit kollégázik? Megtehetem. Tényleg kollega bezárta. Nem korrupció, van fegyverengedélye. Igen, a pénzt szeretném először látni. Ja, mondja. Oké, 500 000, ugye? Így van, ahogy megbeszéltük. Száma 43-os, ugye? Igen, viszont én a lőszert le fogom ide tenni a földbe, hogyha... Kollega, maga mégis kollega! Jaj, erre egy egészséget, igen. Akkor miért hazudik nekem, meg mi az, hogy maga azt mondta? Hát, na, ideg is pedig képti. Ne legyen ideges kollega. Dolgozik ma, vagy nem? Na, nem tudom, nincsen autóm, aztán már így rassan bírta. Itt vagyok azóta, kadét vagyok, aztán... Nincs autó. Értem, mióta kadét? Menjen ide be, mindjárt beszélgetünk, jó? Csak elintézem az úrral ezt a dolgot. Jöjjön arrébb, uram. Ide leteszem a földre, mert valamiért nem tudom átadni, jó? Valaki elvitte az autóját. Hát az nagyon jó, mert lezártam. Vegye fel. Az a fater volt, chat! Fel tudja venni, Martin? Igen, megvan. Köszönöm szépen. Rendben, köszönöm szépen. Hovábbi szép nap. Szép napot. Vigyázzon magára, ne kelljen használni. Igen, igyekszem. Nem is akarom. Na, jöjjön kadét! Ki a másik?
Magát keresi. Na, jó napot, ki maga? Jó napot. Jó napot. Nem hallom. Nem hall? Te hallasz, Kadét? Én igen. Akkor csak nála van a baj. Hol szedted össze? Én nem mit tudom, mikor jöttem. Ja, hogy, ja, azt tudom, ismeritek egymást. Jó, menjünk be. Nem. Mi a helyzet mostanában? Hogy hívják magát, Kadét? Igen, mert Horváth Erik. Erik, mióta van az állományban? Hát, voltam már az állományban törzsőrmester rangig. Igen. Aztán itt hagytam az állomát. Igen. Aztán übrig most vett vissza egy hátra kb. Így na, nem hát kellett. Értem. Nem kellett, hogy hívják olyan két így. Ilyen papír kitérteni, nem felvett. Értem. Mert értem. Már voltam az állományban. Ja, hogy akkor azért mondott az előbb magyarázat, azért, mert nem tudja, hogy én vagyok a felettese, vezérőrnagy vagyok. Az igen. Tímár úr. Így van. Jó, felvitte az is a dolgomat, látja? Hát igen, igen. Jó, azért kérdeztem, hogy tervez-e dolgozni máma, mert a többieknek valószínűleg kelleni fog az erősítés. Autót hát még egy hét után nem fog kapni, de én tudok önnek adni egy járőrautót, ha megfelel. Megfelelnek. Akkor vegye fel a szolgáltat, vegye fel a ruháját, és akkor a garázsba találkozunk. Rá, kiveszek egy ilyen, nem mondanám rádió. Csak adunk neki is. Bakker, egy ki tudjuk ásni ma a pénzt amúgy? Vagy nem? De a fater ellopta az autót szerintetek? Főtörte, azt elvitte? Az probléma. Telefont is kell vennünk. Itt az a legfőbb problémánk, hogy nincs. Ezt odaadjuk neki. Én meg megyek az M5-tel, így van. De akkor kell vennünk ásót. Hát veszünk máshol ásót. Nem tudom megkérdezni a fatertlen, nincs telefonunk. De lesz ásás, kiássuk a pénzt. Volt a raktárba, tényleg. Jó van, most már nem azt nem szoroz venni egyet. Kollega meg tudja, hogy ott van a dolog. Jó, akkor először telefont veszünk. Hol tudunk telefont venni? Van műszaki bolt, vagy bárhol tudunk venni. Barkácsboltba fogjuk megvenni ugye a... Azt a bolt. A földúton, hát bakker tényleg. A tundra kellene. Plázába? Bakker tényleg elvitte. Jó kollega, megtalálta. Nincs a raktárba. Hiányzik Mihály a kocsi. Ez kell, de. See me at the club tomorrow. Elővészed le a terpétben? Nem az enyém sajnos.
Plug volt? Itt tudok telefont venni? Jó, de itt mire megtaláljuk, chat. Nem szabad lagnak lennie most már. Hol tudok telefont venni? Jó, az ATM. Rakjuk be az ATM-be a pénzt, jó. Szép estét, sziasztok! Sima boltba tudok? Jó, van, akkor elmegyek oda. Pénzbetétel. Ja. Megint nálunk 300.000 forint. Jó. Sima boltba is lehet telefont venni, akkor menjünk oda. Hovatott, igen. Csak neked szaggott a hangrendszer, igen. Nem mondja le a számla. A Cseszke nem a rendőrségé? Nem, csak az 1000. Ezt én kereskedtem. Na most fog berakni 95 milliót a rendőrségre! Jézusnál is kéne detektorozni. A hurkának ki kell fizetni a pénzt, fater. Várj még, most fogom megoldani a problémát. Kis időt kérek. Maga meg kicsoda! Jó, megyünk kiásni, chat. Annyi, hogy ugye a tundra nincs meg. Elsétálunk, kisétálunk oda. Kisétálunk oda. Jó napot. Jó napot. Meg szeretném kérdezni, hogy esetleg tudná adni egy kis pénzt. Miért van szüksége pénzre, és mennyi pénzre van szükség? Jogosítványt szeretnék letenni, és arra gyűjtök. És mennyibe kerül a jogosítvány? Hát 243 ezer a vizsga. És miért nincs magának pénze rá? Hát nem találtam még munkát, amit úgy el tudnék végezni, esetleg valamit tud ajánlani. De ebből tényleg jogosítvány csináltasson, jó? Igen, jogosítvány lesz, köszönöm szépen. Szívesen. Esetleg megkérdezhetem, hogy maga mit dolgozik? Én rendőr vagyok. Á, értem. És esetleg Jézusnak a telefonszámát tudja? Csak mert tegnap elrabolt. Tudom a Jézus telefonszámát, de nem adhatom ki sajnos, ne haragudjon. És esetleg úgy, hogyha összedolgoznánk és segítene elkapni? Én mint rendőr, hogyha elkapom, nem adhatom másik kézre az elkövetőt, csak becsukhatom a börtönbe. Á. És hogyha segítenék önnek elkapni, szóval, hogy én felhívom és megkérem, hogy valahol találkozzunk és hogy rajta ütünk. Sajnos ezt mert vár a jobban rendőrségre és tálalja a többi szolgálatban lévő rendőrnek. Mert én most nem dolgozom, uram. Rendben, akkor oda megyek. De viszlát. Miután megcsinálta a jogosítványt, jó? Rendben. Viszlát. Köszönöm, viszlát. Nem akadhat a hang! Így szorom a pénzt. Chat, tankoljunk. Hú, chat. Menjünk kiásni a pénzt. Nem térhetünk le a helyes útról. Nem térhetünk le a helyes útról. Nem térhetünk le. Chat, koncentráljunk a kiásásra. Tankoljunk.
Akad neked? Hát András, akkor te neteddel van baj, ne haragudj. Suzi! Suzi! Na! Gyere ide! Gyere ide! Meg lett nyírva a kutya, az tiszta boldog. Neki te edzel? A Suzival csinálj valamit. Itt ugat. Hello, hello, sziasztok! Itt a Twitteren nem foglalkozunk semmibe, csak a pénzkiásással. Szia, Tímár! Hoppá, jött egy helikopter. Én vagyok Erik. Igen, Erik. A kollega? Tímár Mihály nem elérhető. Rajtam van egy helikoptercset. Mi nem tankoltat elé? Ja, jó, megvan. Kiássuk még rá a pénzcset, szerintetek? Nem megyek le a BMW-be a földes útra. Gyalog megyünk. Aztán a farmra is kéne menni. Nincs idő, fiam. Kérlek. Nem sokára rendezem. Úton vagyok. Már jó lenne kiásni. Menjünk most már tényleg. Fú, annyi dolgunk van. Ide megyünk a barkácsboltba. Detektorunk van. Ásót kell venni. Jó? Ásót veszünk. De Szabolcs, veszünk a boltba, ami a kiásáshoz szüksége. Nem érted? Van detektorunk. Nemrégben álltottak és megfejeltem, hogy kövessek és találjak meg valami pénzt. Jó, megyünk kiásni. És ha nem szállítok a téged és a pénzt, akkor megölnek. Szedd be a kocsiba, ne szórakozzál! Nincs benne senki. Na, ássuk már ki végre, jó? És akkor főrakjuk a rendőrség számlájára a többit. De akkor várják, fő kell hívni a fatert! Mi az, hogy nem érdekel? Maga meg ne hívjon! Le kéne vinni ilyen 100 millióra amúgy. Ez probléma, na mit akart ez a másik? Minden főhívjuk. Nem segítek. Danki, nézzük ki ez. Igen? No. Hívás. Ja, te vagy az Erik? Na.
Na, mi újság? Hát, nem írtam le. Az a baj. Na, mondja, mi legyen? A baj. Na, most mi legyen? Ki bízott meg? Hát, tudom, ami fekete ruhás. Jó van. Figyelj, nem tudok rajta segíteni. Húzd meg magad és bujkáljál, jó? Ja. Ha valami baj van, sokan... Megint kiásni a pénzt. A fater miért nem... Most elrontott. A fater miért nem veszi fel a telefon? Kezdek ideges lenni. Vagy visszanyag. Jövett? Szoliba vagyok, csak megbeszéltük úgykor, nagyon rendőrködtünk, most a mellékszállakat csináljuk. Szóval ígérgetek már évek óta, hogy kiássuk a pénzt és rendezzük az anyagiakat. Itt a faterral. Mert a fater már ellopta a kultát, az a baj. Haragszik, hát persze, hogy haragszik, azt is neked jó vagyok. Jó vezetek, Petra. Még nem tudsz te keresztbe tenni nekem, mondom, jó vezetek. De tényleg évek óta ígérgetem már. Mert most lecsúszott a néző. Házat is ellopta? Szerintetek nincs ott már térképen? Az ott mi? Hogy került ez ide? De van egy másik. Az nem az enyém? Hát de! Az egy lakás. Nem, hát így jelzi, ha valakinek van egy háza. Be... Nem, ez lesz az. Nem. Jó, ássuk ki a pénzt, jó, és akkor utána meglátjuk, mert a pater elvette azt a házunkat. Menjen már innen! Tehát maradjunk a tervnél. Nem, remélem ezt tudod mit jelent. Na, jól van. Fú. Ezt mentsük csak le? Ezek nagy kaliberek. De miért nem veszi fel? De jövő héten hétfőket szerda a stream. Írogatott, sose érek oda. Jó van, de ezek pontosak. Nem veszi fel, nem kell csak kigyásni. Ez háború lesz, igen. Nem veszi fel. Elmegyek pisilni csak, jó? Ezt fel kell dolgoznom. Mindjárt jövök, jó?
semmi. Elmenekült, nincs esélye. Elővettem a fegyvert. Jó napot kívánok, egy ásót szeretnék. Ásó kap a nagyharang, jó van. Maga alkoholista, jó napot. Jó, egy ilyen ásó kelcset. Na még az nagyon nagy mutatvány lesz. Cset, le kell futnunk. De most ez a csávó, ez nem jó, ha látja, hogy hova megyünk. Levente azt mondja, hogy lapát. Pedig ezzel ástuk ki, Mutku, nem? Levente az előbb is mondta, hogy ez lapát. Mit csinál itt, kollega? Semmi különös, semmi. Erik, mit csinál itt? Most, ha nem mondja meg, kirúgom az onnyomban. Most fogom kirúgni applikáción keresztül. Igen. Ám mondja, követte magát a rendőrségtől, már nem tudom, hogy mibe sárdik. Erik, maga a felettese után nyomoz? Így. Rendben. Én azt gondolom, akkor hogy azonnali hatállyal ki van rúgva. Rá. De azt én megbánom. De maga most fenyeget engem, Erik? Igen. Chat, ez most mi? Igen, igen. Ja, itt van Barkácsból tártában. Mi az fasz, hogy át? Nos. Ti már, én megbottam, átfoglak téged, adni meg a pénzedet. Miről beszélsz, Erik? Mondtam, megfenyegettek, aztán mondták, adjalak át téged. Ne szórakozzál, és te lepaktáltál az ördökkel! Átadsz engem a rossz fiúknak, normális vagy, Erik? Téma. Mondjad. Szállj be ezt a hangos, gyere. Nem lesz baj, Gyuri, gyere. Erik, ne szórakozzál. Nem akarlak kirúgni, most szórakozó? Nem, nem. Hát most nem, nem tudjuk kiesni a pénzt. Én ezt elviszem el, Chet. Chet, én ezt nem, sose ássuk ki ezt a pénzt. Nem, ez soha nem lesz kiásva. Onnan jön meg a rossz híre. Ez nem. Ez nem lesz kiásva sose. Erik, ne szórakozzál, kivel vagy? Én magam vagy. Erik. Ne szórakozzál, Erik. Te egy jó ember vagy, nem akarod elárulni a rendőrséget. Az én autómat a... Mi? Mondjad! Szállj ki! Mondjad, Erik. Mondjad, mibe sántikálsz és ki bízott meg? Nem lesz baj, ne félj. Hát tök jó. Nem bízok benne, most... tudod. Igen, meg itt vagyunk Barkácsból tártába. Ne félj, de el fognak elvinni, és hát téged se igen. Van... Sok rossz híra, amit mostanában tudtam meg így magánnyomozásban. Nagyon jó, mondjad akkor. Hát egy az egész rendőrség le van figyelve. Igen, ezt eddig is tudtam. Kettő, megfenyegettek rajta kívül még három kollégát. Azt mondja, Niki. Három. Azt hitte, hogy finganom kell, azért mentem az előbb arrébb. Gyakorlják még ezzel rendőröket. Niki, se... Nem hallottam, mit volt az Erik. Mondd még egyszer, Erik, légy szíves. Ki akarják végezni az egész rendőrséget, azt mondták. Igen, ezt tudom.
Az előbb kaptam képet is én is. És te most őket segíted? Nem, nem. Égő megfenyegettek, én most mentem magamot, meg téged. Értem, most akkor azért vártál ott, igaz? Igen. Erik, én nem akarlak kirúgni, mert az egyik legjobb emberem vagy. Követlek téged a rendőrségőt, hogy ne legyen semmi bajod. A tennap egyik kollégát sajnos nem sikerült megmenteni, mert mire le akartam lőni arra. A kollégát megsebesítették. Aztán... De Erik, most nem, téged nem fognak megölni. Ott... Igen, megfognak. Nem fognak megölni. Az ott ki? Ki? Az. Nem tudom, öljük már meg. Te lőttél, Tiba? Igen, veszélyben érzem magam. Édes, igen. Hát a fegyver. Azt mondtad, hogy meg akarnak ölni, ugye? Akkor mindenkit ártalmatlanítani kell, aki a közelünkbe férkőzik. Csak úgy meggyőzöm, hogy az úr átjük. Ez az enyém. Valaki van itt. Figyelj. Valakik vannak itt. Figyelj, Erik. Itt van fönt! Itt van fönt, Erik! Lőd le! Ez az én kocsim. Erik, gyerünk! Francesen bele. Erik most velünk van, vagy ellenünk? Szerintetek chat. Erik velünk van, vagy ellenünk? Tibár, a kocsiba, aztán menjük innen. Te jó, de mondom, de azért Erik, azért jöttem ide, mert nekem ki kell ásnom a pénzt, amivel tartozom, nekem azt rendeznem kell, nem véletlen jöttem ide. Azt ki kell... Igen? Igen, most menjük Monciliádra. Igen. Csatlakozzak le. Oké. Figyelj, Erik, először ki kell ásnunk a pénzt, és utána megyünk a Moncsira. Nem megyünk oda, te hülye vagy. De ott kellene átadnod engem a Moncsin? Igen, de most mondták, hogy csatlakozzak vissza a rendőrség frekvenciájára. És mit mondtak ezen kívül? Azt, hogy majd azt nem mondták, mikor ott találkozunk a Moncs. Azt! Figyelj, Erik. Figyelj, akkor védened kell, figyelj, védened kell, amíg kiásom a pénzt, jó? Mennyi pénzről van? Nagyon sokról. Nagyon-nagyon sokról, Erik. Nem tudom, még nem tudom eldönteni, én bízok benned, Erik, de légy szíves, ne árulj el. Az előbb mondom, azért mondtam, hogy ki akarlak rúgni, mert veszélyben érzem magamat. Nem akarlak, én azt akarom, hogy velem legyél. Én a rendőrséggel vagyok, tegnap is elkaptam. Jó, figyelj, valaki hív. Igen. Üdvözletem, Fülöp Némo kollega vagyok. Jó napot, Némo, mi újság? Itt vannak a mentősök, akik a helikopter vizsga iránt érdeklődnek. Igen, igen, Némo. Hogy ebbe tud-e segíteni valamit, mert az a baj, hogy mi nem tudunk semmit se, és Übrig sajnos ugye elszabadságom, és ezért ugye maga most ugye a vezető helyett, és hogy tud ebbe segíteni valamit. Kedves Némo, milyen rangfokozatban van? Én kadétban. Kedves Némo, esélyt adok magának, hogy az előléptetéssel kapcsolatban most járjon ön el úgy, ahogy azt egy rendőrnek illik, rendben? Vizsgáztassa le őket, és adja meg nekik az engedélyt, Némo. Jó, rendben. Számíthatok magára? Persze. Köszönöm szépen. Én is, viszhal. Viszhal. Csak más nem tudok. Hát ez kezd eldurvulni. Erik? Erik? Kadétnak adtunk egy feladatot. Chat, mehetünk kiásni a pénzt? Vagy sose jutunk el oda? Nem én lőttem le!
Megijedtél, én is. De az Eriket azért mondtam, hogy kirúgom. Azért mondtam, hogy applikációról is, hogy itt a városban is, meg applikációról is. Kicsit bekaksizzon, de úgy látszik velünk volt az Erik. Szegény! Így most már, igen, tudjuk, hogy velünk volt az Erik. De ez az én autóm, chat. Azt most megnézzük, lekérdezzük, az ti már Mihályé? Au. Aztán! Sose fogom kiásni csak ezt a pénzt, tényleg. Sose. Ez csak egy volt, fiam. Akkor a fater az. De most ez az én autó? Lekérdezem. Jó, kiásás, csapó, 31 000. Kiásás, csapó, 31 000. Van egy fal. Jól vezetek! Hova tűnt az autó? Vagy ja, ez volt az, csak átfestette? Nem vettem észre, figyeltem a zsebet aztán. Csapó 38229. Most már nem fordulunk vissza, soha többet. Kiássuk. Na még a lag is megjön, nézzétek meg. Nem, egyszerűen nem tudunk, nem, tiszteltem. Ki ez? A legák fontosabbak, nem? Most mit csinálják, ha fejbe lőtték? Na, de Némú legalább csinálja a dolgokat. Látjátok, nem jövünk terepre olyan autóval. Szerintetek ki tudjuk ásni a pénzt? Na, még a másik, ha nem lesz ott. Mutko kiásta egy MG-s amúgy. Helikoptert hallok. Ennyi dolgot egyszerre, tényleg. Most hogy nem veszi fő. Nagyon egy helikopter. Nem ássuk kicset. Kilövöm a helikopterpilótát, ebbe biztos. Na most. Most vége lesz mindennek. De nem megyünk vissza. Most vissza kéne oda menni a helikopterhez, de nem. Azért se megyek vissza. Megyek ásni.
Az is, nem csábít el az a helikopter. Nem, nagyon csábít. Nagyon csábít, de ástunk kell. Nagyon csábít. Ja, ír valamit, azt utána nem veszik fel. Most ez mi? Kérem, ne hívjon, mert még megtudja, hogy ki vagyok. Egy embert kéne letartozni a fél. Kérem. Lássuk már ki azt a pénzt, és ezt tudjuk már le. Így van, ez az ti szórakoztatásotokra is van chat, ami most történik, ebben biztos lehettek. Nagyon jó, hogy ilyen RP-t tudunk nektek hozni. Az a jó, hogy én sem tudom, hogy mi fog történni, én is csak alkalmazkodok. Ez olyan, mint a csoki, hogy egyél meg, de nem eszlek, igen. Na chat, végre, nem tudom hány rész óta itt van a pénz. Na, Sellőlány, te ne ússzál ide. Kiássuk a pénzt, chat. Ki kell lásnunk a pénzt. Hú, ástuk a két szikla közé, ugye? Ja, de először detektoroznunk kell. Na, ilyet sem csináltunk még amúgy. De várjatok, a számla menübe a faternak. Itt ugye, ezt 100-ra kéne csökkentenie, mert a maradék megy a rendőrségre, azt mondta, de mondjuk most megváltozott a helyzet. Kampus Hali fel tudja venni? Balbicka már. Ide ástuk. Ugye? Itt kell filmdetektorozni. Pedig nem. Ez baj, chat. De itt volt. Ide a kettő közéje. Ez biztos, hogy ide. Emlékszem, tisztán emlékszem, hogy itt volt. Várjuk, ameddig sárga a cucc. Nem, szerintem odaástam, ez biztos. Kereportcset, mert ez valószínűleg kiástál. Hiába ások, ha nincs itt semmi. Cset, nem admin segítséget kell kérni? Hát ez valószínűleg ki lett ásva. Emlékeztek a... Nem tudom eltenni. Igen. Jó estét, bocsánat, hogy zavarom, csak megvolt a vizsga. Én szerintem átment, nagyon szépen vezet és nagyon szépen is tette le a helikoptert, itt a mentős úr. És majd megadom a maga számát neki, hogy akkor majd egy papírt ugye egyeztessenek róla. Rendben. Meg azt szeretném megkérdezni, hogy mikor tudna visszajönni az állományba.
ma, vagy nem... Nem tudom, Némo, ezzel kapcsolatban ez miatt? Nem, más miatt, mert itt a Gyula kollégával letennénk az őrmesteri vizsgát, vagy hát megpróbálnánk ezt az őrmesteri vizsgát letenni. Rendben, rendben, nem tudom megígérni, Némo, de igyekszem, jó? Igyekszem. Jó, rendben, rendben, oké. Köszönöm, jó, Némo, a munkáját. Én is, viszal. Sehát azért ennyi mindenre figyelni. De itt most helikoptert hallottam. Jó, csak akkor nem tudom, mit csináljunk most. Akkor most nem tudom, hogy mit csináljunk. Tadi azt mondja, hogy ott kell lennie. Csak nem találja a műszer. A körül kell lennie, pedig hogy itt, azt mondja, hogy itt kell lennie. Ide ástam amúgy. Köszönöm, hiszem el. Igen? Jó napot kívánok, Timán, mely Vég Marce vagyok az OMS-től. Fülöp Nébo Kadét adta meg a telefonszámát. Olyan indokban keresni magát, hogy szeretnénk kiállítatni 2 darab helikoptervizsgás papírt. Itt a kolléga most vizsgáztatott le minket, hogy ez a nap folyamán kivitelezhető-e. A mai nap folyamán nem tudom megígérni, kedves Fég Marcel, de hallottam, hogy nagyon jól csinálták a dolgokat, szóval meg fogják kapni a szükséges dokumentumokat. Az, hogy mikor, azt nem tudom, de akkor ezen a számon el tudom érni önt, igaz? Természetesen. Jó, köszönöm szépen, köszönöm. Köszönöm szépen. Már hallottam, a kollégák nem tudnak kiállítani. Igen. De akkor, ha esetleg úgy van, akkor szóban magára lehet hivatkozni, hogy így van, szóban így van, megvan, csak hivatalosan az engedélyük él, rendben, csak hivatalosan még jelenleg nincs meg. Szóval nyugodtan hivatkozzanak rám, ha valaki kéri ezt az engedélyt. Jó, van, köszönjük szépen, akkor legyen további szép estét, viszontlátásra. Nagyon szívesen visszaállt. Egy bűnszervezet tagja. Nagyon jó. De chat, vagy elsodorta a víz, vagy mi? Vagy ide ástuk? Nem hiszem. Nincs elég közel. Mondom, ide ástuk. Ez biztos. Pedig látja, hogy valaki kiszedte el, vagy nem. De azt mondta az előbb, hogy itt kell lennie. Csak... De a földön nem lehet ásni. Igen, Gábor. Várja meg, hogy sárga legyen a karika? Nem lesz sárga. Kincs, ami nincs. Ez nem lesz meg, az a baj. Hogy ugye már házunk nincs, autónk nincs, de itt lett valami új házunk. Máshol nem ástam. Ez biztos, hogy itt kell, hogy legyen. Biztos, hogy itt kell, hogy legyen. Ide ástuk. Úszik valaki?
Nincs itt chat. Nincs itt. Ez baj. Még megnézhetjük még egyszer, de ez nagyon nagy baj. Mi van, ha nem jó, de jónak kell lennie. Attól nem lesz ott, hogy háromszor ugyanott nézed. Oké, de lehet, hogy csak nem érzékeli. 200 millió veszett el, azt keressük éppen, és ez elég nagy probléma, mert meg kell lennie. Jó, csak akkor lépjünk el. Viszont akkor nézzük meg azt a házat. Itt nincs. De nem másik szikla, tisztán emlékszek, hogy ide. Kettő közé lett leásva. Hogy ja, mondjuk igen, egy MG-s azért lehet máshol, mert egy MG-s ugye kiszedte. Ott van a sziklák mögé és mögötte van. Pedi írja, mert ugye egy MG-s kiszedte és gondolom nem pont ugyanoda tudták az adminok leásni. És akkor azért. Mert természetesen egy MG-s kiásta. Végre eljutottuk, hogy kiástánk, ja! Körbe kell nézni mindenhol. Fater megosztotta a tartózkodási helyet. Aha. Itt sárga. És akkor ennyi? Hogy itt tudom, hogy itt kell ásni? Ez ennyi? Valahol itt kell lennie? Akkor közel van, pirosnak kell lennie. Piros lesz teljesen. Ezt hiszem, az MG-s megszivatott. Végre. El se hiszem. Hogy bontom ki? Sziasztok, hello, hello! Megvan a pénz. Nehéz szülés volt, viszont a fatert fel kell hívnunk. Nem kéne megvan. Hello, fater! Hello! Megvan a pénz. Viszont a számlázáson rosszul szerepel. Miért? 200 millió szerepelnem. Emlékszel tisztán, mit mondtál? 100 milliót befizetek neked, 3 milliót Máriónak, 185 ezret az olasznak, és a többi pedig mehet a rendőrségi kasszába. Ha dolgozol a farmon, igen, emlékszek. Rendben, akkor ezt felteszem a számlára, és elmegyek a farmra. Mi a meló? Hát nem voltam most ott, de mindjárt meg is nézem. Ott találkozunk. Küldj majd egy koordinátát, légy szíves. Oké. Hello. Hello. Hú, chat, tényleg, ha a farmon dolgozok. Oké, csak ezt valahogy tegyük le a bankba. Ezt le kell tennünk a bankba, mert ha ezt elveszítjük most, akkor vége mindennek. 200 millió az 200 millió.
Csát, azért mondtam, hogy ma, nem tudom mennyire tetszik nektek ez az RP, de ma a mellék RP-ket csináljuk, jó? Mert most ezzel foglalkozunk. Máriónak meg Olasznak ki tudom fizetni? Nem, kártyáról tudom, ugye? Kártyáról tudom. Azért mondom, berakom a kártyára, csak ha a helikopter elvitte az autónkat, akkor az probléma. Nagyon jól csinálta Nemo. Utald át az OC számlára. Hogy eddig ez miért nem jutott eszembe? Miért? Ja. Van ATM. RP-s ATM-be főteni 200 millát. Főtesszük, nem? Ez az RP, örülök neki. Palettóban itt van bank. Az RP-sebb a bankban van, igen. Azért egy ATM-ben ne tegyünk már fő 200 milliót, nem? Gyere vissza! Van itt publik, nem? Van itt publik. Van hát, tehát nem ijedünk meg. A bankba főrakjuk a pénzt. Nálunk van a 200 millió, meg kell védenünk. De... Táska miatt nem látok! Jó, menjünk a bankba. Most a pénz fontos. Mi az az autó ott? Azt ellopjuk. Menjünk a bankba. Bankba. Aki tag, rögtön vissza... Lelőttem a sofőrt, csak nem láttátok. Aki tag, rögtön visszanézheti a streamet, de 2 subgift és rögtön elérhető lesz a stream, a mai. Ez a deal. Rakjuk le. Láttátok, hogy kilőttem? Még ti se láttátok. Jobb, mint egy akciófilm. Szerintem is amúgy óriási. Óriási. Betesszük, mindjárt elérünk a bankba, csak kifizetjük Mário pénzét és az olaszét, és utána megyünk a farmra, jó? Kilőtted? Nem, csak mondtam. Szép lövés volt. Nehogy már higgyétek! Nem én voltam. 2 subgiftnél rögtön elérhető a stream. Ez a... Mi ez pénzbetét?
Vízből írjátok, jó? Ez az, ez megvan. Tírti banklátogatás. Igen, igen, erre találhatóak az irodák. Igen, 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 igen. Igen, ez egy privát szoba. Igen, igen, igen. Bújj elő! Fater! Elnézést! Összefosom magam. Én is bekakkantottam most. Tudod nálam! Várjuk meg Jézusékat! Persze! Hát ez nagyon jó. Ez fantasztikus. Szólj a kollégáknak? Egy helyen mindenki, és akkor legyünk ott szerintem. Kollégák, mi újság, mit csináltok? Lekapcsolták a lámpákat a rendőrségen, nem látunk semmit. Be vagyok zárva a Paletói Bankba, jöjjenek, itt vannak kint az elkövetők. Amilyen gyorsan megyünk. Csak tudnak, jöjjenek, köszönöm. Lovas a kiindulás Paletóba. Valaki felhívta a rendőrséget. A lovas, három lovas elindult. Kollégák, valaki rendőrséget fel tud engem venni? Vagy civil autóval megyek? Óvatosan jönnek Jézusék is, és fegyverük van. Rendben. Meg. Akkor viszek lőszert viszont. Á, öcskös, légy szíves, dobd már fel a kezedet, jó? Dobd el a fegyvert. Az a helyzet, hogy van 200 millió. Érdekelne. Itt van nálam, itt van nálam. Na, akkor légy szíves, patinzsát nekem, jó? Máriónak már átutaltam a pénzt, illetve az olasznak is. Ott van a számláján. Nézzem meg a ruháját. Ne, nem kell átnézni. Mi az, hogy itt a fegyvert tartasz meg ilyennek? Befostam. Hát mi vagytok 80-21 ezeren? No. Odaadom a pénzt, de föltettem a számlára. Á, te mindig megmagyarázod. Te mondom, ott mindig az a számlát, odaadom adni. De te most félvágod a szabam, amikor beszélgetek. Elnézést. Mester 20 már úton van. Igen, add ide a pénzt. Le kell venni a számláról. Valahol messzebb álljunk meg, és úgy közelítjük meg a bankot. Valakinek van táska. Sirena, majd le kell kapcsolni. Ja, a táskába, srácok, hozzunk már egy-két. A garázs nem lenne jobb? Kellene egy kis táska. Csak élvezzétek a streamet, ez a lényeg, csak élvezzétek a streamet. Nincs annyi. Szerintem kapcsoljátok le. Mit vagyok? Oké, csak az az igazság, hogy itt az úr azt mondja a táblagépén, hogy csak 198 millió 900 000 van. Felkapcsolták. Ó, Istenem, csak... Akkor tartozik 2 millióval. Ne, gyerekeket. Hallanak? Adadom a bőröndöt. Add ide nekem a bőröndöt, jó? Köszönöm szépen. Légy szíves.
boltnál találkozunk akkor, Palettóba? Adom, adom. Hát csértessék a Jézus Krisztus. Jaj, már csak pénjel nyosztál! Várjál Jézus, Jézus, várjál, várj egy picit. Jézus, várjál, igen, én is úgy hallottam. De akkor hol találkozunk, kollégák? Egy autóval. Rendben, megszámolom, ide felteszem a bőröndöt, és akkor elkezdem számolni. 10 000, 20 000, 30 40 000, 50 000, 60 000, 70 000, 80 000, 90 000, 100 000, 110, 120, 120, 120, 140, 140, 140. Fogd már be a popádat. Lőttek ránk a bankból. Rendben, akkor számolja meg. Jó, most megszámolom. Baszki, ez nem jó hír. Rendben, oké. Jöttek. Ők írták, hogy 15 darab túszvad. Nem, nem. Jó legyen, Dani! Húha, húha! Hát ez kicsit nehéz megszámolni. Jézusom, mivel lőnek ezek? Aaaa! Kilőtték a kerekünket, és itt köztünk van nála. 198 millió. 10 forint. Nem tudom, látom. Igen, igen, igen. Leteszem ide a földre. Jó. Viszont ne közelítsék meg, ha lehet, ne közelítsék meg a bankot. De hogy írtad? Maradjál már fönnbe. Akkor itt a 185 ezre is... Már át... Mário átutaltam meg az olasznak is, őnekik a számlájukon kell lennie a pénznek. Azt átutaltam és a maradékot odaadtam nektek, barátok! Nálam van a zseton, 197 millió. Az a baj, hogy 3 millió kellene még. Ja, összeszedem, de a nagyja itt van! Te jó ég! Menekülés! Srácok, kicsit, nézzünk már ki. Jó? Kint vannak a rendőrök. Megvannak még kollégák? Igen. Jézus maga dohányzik. Jó, fater Jézus, állított a Jézus, ki Jézus. Már igen. Ilyen csak nálam van a pénz, itt van az attitás. Ha nem mennek a rendőrök, akkor nagyon nagy baj lesz. Fölvettem egy ideig morjoláló mellét, az biztosan. Nincs nálad Viktor, még? Viktor, csak élvezzétek az adást, légy szíves, túl gondoljátok ezt az egészet. Úgy itt vannak rendőrök, már kettő meghalt. Jézus, nagyon laza. Jézus, a Jézus killnek meg kell lennie ma! Jézus killnek meg kell lennie ma. Nélkülük nem lenne ilyen jó az adás, sem. Kisztek golf rajtunk, Dani. No. Nincsen sajnos. Minden kollega megvan még? Most megyek, mentős kell a helyszínre. Nem kellett volna ide hívni a kollégát. Nem tudom, hogy minden kollégát is van, akkor inkább próbálom meg elmenni innen. Hiányzik 3 millió. Hiányzik 3 millió? Igen, de nem tudom, hogy pedig tényleg. Fogalmam sincs, hogy hiányzik 3 millió. Jó, hát azért, mert 200 milliót ástam ki, de kifizettem 3 milliót ugye a Máriónak és 185 ezeret az olasznak. Helikopterre, mi megyünk oda az OMS-es helikopterre. Máriónak. Ja, de te számlán állítottad ki nekem. Ja. Érted? Azt már rendeztem. Ott fizettem. Érted. 3.185.000 hiányzik. Ja, pontosan így. Jó van, akkor rendben, akkor elintézte legalább a pénzt. Gyere fiam velem. Többé srácok, menjetek akkor. Melyik fiú? Jaj, de magány vagy, te csak örökbe vagy fogadva! Jöhetek mindketten. Jézus, ki kéne 200 lőni. Milliót ezt valami számára rak fel. Valahogy Jézus kéne lőni, nem? Hát, hogyha gondoljátok nyugodtan. Mondjuk, ahogy látom, ketté halt fent a tetőn. Miért hívtad ide őket? Hát... Igen? Nem akartam meghalni. Hát jó, ugyan most sétálunk egyet. Gyere. Látod van a rádió, szóljál már nekik, hogy menjenek innen le. Mi minden oké, fiúk, hagyjátok el a területet, nem esett bántódásom. Köszönöm a segítséget. Nyugodjuk el a helyszínt. Igen, nem fognak bántani kollégák, nyugodjatok meg. Mondja meg azt, hogy pozitív, ha veszélyben érzi magát. Fél. Bárd nem meg. Vagyok biztos benne. Az a baj, hogy szerintem két kollégát és hármat lelőttek.
Mihály, ki is fél? Az OMS elindult, én mindjárt félek, itt vagyunk. Félek. Ja, te félsz, aha. Tó nem messze. Igen. Na jó. Azt hittem már rossz hírnemet akarsz nekem csinálni, nem, és azt mondod, hogy én félek. Nem a faterfi, de hogy is, ez a vágába sincs. Elméletem is. Azt egyébként, hogy volt az a hurka fejű, azt hadd halljam. Jaj, honnan te vagy az, hogy véletlen volt? Elkutatom a pénzt. Hát de mi az, hogy hurka fejű drága testvérem? Hát de várj, te most a Mário vagy az olasz? Én a hurka vagyok testvérem. Kinekhez jövünk az OMS-es kollégákkal? Ide lehet hozni az elájult rendőröket. Akinek elvitted a... 10-31-nél vagyunk. Akinek elvitted a rózevegy. Igen, emlékszem. És lelőtted. Nem. Ja, lelőtt, én is úgy emlékszem, hogy a háznál. Nem. Ő lőtt rám, ez csak önvédelem volt. Nekem azt mondták, fegyvertelenül bettem. Testvére, fegyvertelet lelőttél. Jézust akartam ott is. Chat, ez félig igen, story RP. Ez azért van, hogy a stream érdekes legyen, ezt értsétek meg. Ez óriási, én sem tudom, hogy mi történik. Ők irányítják a dolgot. Nagyon szép hiszem. A nap felkelte. Nagyon izgalmas szerintem mindenkinek. Látod ezt, fiam, milyen szép a nap felkelte? Nagyon szép, apa, nagyon... Ilyen szépen fütyülnek a rigók. Eljött a halál órája, fiam. Hölgyem maga, kicsoda! Na, gyere! Rendben. Kolléga, minden kolléga még él. Mi? Az Jézusok. Apáca. Az apáca. Azt hittem előtti! Kollégák! Hova tűnt az autó meg a házam? Azt mondtad nem veszed el, rendeztem a tartozásaimat. Jöjjön a 10-31-re, itt vannak a mentősök, ide kéne hozni az elájult rendőröket. Mondtam, hogy elszóltam a költöztetőknek, mivel át kellett költöztetnem téged, mivel az a háznak a külsője már elég kirombott volt így, és nem tartott a karban a házat, így el kellett költöztetnem téged. Jó, hol van az úr, bank előtt, vagy hol? De az a helyzet, hogy sokkal jobb házat kaptál tőlem, úgyhogy ne néjáljál. Nem is nézted meg, mi? Nem, még nem néztem meg, mert erre koncentráltam, hogy minél előbb visszaszolgáltassam a pénzt. Megvan, de amúgy ugye tudod, hogy még ott dolgoznod kell a falon. Igen, meg fogom nézni azt a melót, igen. Van valami programod még? Mára? A farmon kívül nincs faterusz, nincs. Nincs, jó. Nincs. Pár papírt kellene kiállítanom, de az ráér. Az a helyzet, hogy attól függetlenül, hogy jó szívű vagyok, 96 ezeret felajánlott a rendőrségnek. 96 ezeret? Nem milliót akartál mondani? Jaj, bocsánat, megbotlott a nyelvem. 6 ezreket nem láttam még. A végén mindig jó, van, bocsánat, hát én is tévedtetek, fiam. Igen. Az ott Ádika, Ádikát kéne. Kapcsold ki a számítógépet! Jó van, társaid még mindig nem tudtak rájönni, hogy nem kéne. Pedig mondtam nekik, hallottad? Megvan a főnök, itt van publikba. Melyik? Publik. Itt a főautópályán a 10-15 közelébe. El kéne lopni egy városi autót és követni őket. Nagyon jó a terv, hogy fel kell venni a másik. Én itt vagyok, pillanat, levettem a dolgaimat, ami rajtam van. Alt-F4, ezek abba hagyom az RP-t. Élvezzétek a Story RP-t. Meg még egy embernek. Ezzel megyünk. Itt a Miska elbír engem. Na kapjál fel, Miska. Én kapjak fel, nem bírlak el. Kollégák még élnek vajon a banknál? A szenteket azokat cipelni kell. Hallod? Hát a vörös szögyeket kell vinni, ami nem élvezitek? Hát akkor sajnálom, Kett. Sajnálom. Jó, van, nem akarok én senki zavarni, de ugye tudjátok, hogy az egész rendőrség itt van. És mi meg itt veszekszünk, hogy kit kap fel. Haladjunk. Mindennek megvan a maga hát ideje. Ez így nagyon jó. Vettek ki. Hát el akartam lőni Jézust. Meg ilyen helyzet nem tudok mit csinálni. Ja, itt jó. Elég csontos a várad.
Most inkább adjuk ezt a témát, jó? Jó, tagcsetet kérek szépen, csat. De íz vagy, alig kapok levegőt. Hát azt hittem, basz. Jó, tagcset. Tagcset. Betelt a pohár. És a tagok is bandóban lesznek, akik nem normálisan kommunikálnak. Tagcset. Tagcset, tagcset. Hát akkor én benne megyek oda. Nem, nem a stalomba megyünk, hallod? Hova megyünk? Itt vagyok. A farmra megyünk. Nem akarok dolgozni. Hát pedig olyan nemes munkák vannak, hallod Mihály? Mond, képzeld el. Olyan nemes munkák vannak, állatokkal kell dolgozni. Én nem szeretem a disztó trágyát, meg ilyeneket. Hát pedig az a legnemesebb, hallod feladat. Én tegnap a komposztálót megpakoltam itt a faternak, hallod? Én kivettem a részemet a munkából. Hát jó, nem üdös a munkám. Ja, de dolgozzál helyettem is akkor, Jézus! Jó, de a pénzt a szép fogom megkapni. Igen, másképp a járőrözés unalmas lenne, ja, mindig azt csinálnánk. Tegnapi nap folyamán Jézus 20 milliót keresett, képzeld el. 20 millió forintot?! Így van. Ferenc, akkor ezt a részt ne nézd! Nem tudok mit mondani, ne haragudj! Hogy jött te most sem? Ezt csináljuk! Hallod, segítettem a tehenek el. Tegnap előtt azt csináltuk, amit a rendőrökkel voltunk, most mellékszálakat csak. Ez a live címe is, hogy mellékerkét csinálunk. De ezt többen nézitek, mint a másikat, érted? Akkor hogy döntsöm el? Hurka! Itt vagyok, hogy jött mestered? De Hurka nem a Mario? Nem. A Joker csávónak, hogy a 49-es számlaszámra kéne utalni a pénzt. Most... Jó rendben, a rádió. Bocsánat, rádió csendet szeretnék kérni. Hallod, Son Goku testvére, mit vagy rádió? Figyelj, légy szíves a 49-es szám... 49-es számlaszámra. El tudtál utalni. Ez a Mário, ez nem a Hurka. Rájöttem erre én is, fiam. Srácok, szerintem minden sétálunk. Megtoljuk. Megtoljátok? Jó, van az is jó. Ez nem megy innen. Bocsánat, hát... Normális vagy, hát tudom milyen íze van a dízzel gőznek. Köszi a 9 hónapot, Vivi. Hát nem meg, hát nem fog megmondani. Sehova nem megy! Ah, tudd meg! Gyere, fiam! Jelenleg menekülő kollégák, merre vagytok? Egy kollégával, kapitány. Merre vagy, Tiber, merre vagy? Kint vagyok Sandyben, most loptam az autót. Biztos minden rendben van? Minden rendben van, de üldöznek szerintem. Oké, és tudsz jönni Palettó fele a keleti autópályán? Igen. Oké, és valahol, ha kell, beáll a kis kerekeket kilőböm. Rendben. Egy bokorba. Ezt mindig eljátszom. Csak nehogy elkapjanak. Gyere óvatosan, szembesállva az alagútba. És az alagút végére teszek egy blokkádot, és várj be, beüldök melléd majd. Jó, jelenleg nem üldöznek, úgyhogy nem tudom mi van. Jó, rendben, azért vigyázz, nehogy nyomkövető legyen a kocsitba.
Figyelj csak! Hozd vissza az autót, de gyorsan! Leadtam a pénzt, apa! Mit akarsz még? Gyere vissza! Nem akarok! Ez nem akarás kérdése, gyere vissza! BMW-be vagy? Fehér BMW? Hozd vissza azt az autót szépen! Megtalálod majd az út szélén! Csak akkor vagyok hajlandó dolgozni, ha csak te vagy ott, a többiek nem! Félek tőlük! Ti már Mihály, fehér BMW-vel van? Gyere vissza, értünk! Tudod, hogy rosszabb vége lesz, hogyha nem jössz vissza. De nem akarom, apa! Nem akarom! Á, én naivan meg pénzt akartam adni. Itt üldözlek egy fehér BMW-t, de van a ti már vajon? Úgy én vagyok a bömösbe, igen, itt jöttök motorra, itt vagyok, én vagyok. Jó van, én vagyok. Beszállsz, vagy én szálljak be? Szedjétek össze egymást és gyertek vissza az őrsre. Őrsre megyünk és utána támadást indítunk ellenük. Szia főnök. Hello. Húha. Láttalak amúgy a publikba, nem ebbe a főbe, itt a letú a másikba. Hogy ott volt Jézus, igen. Meg még valami. Mindenki ott volt. Én voltam a Suprával. Azzal a piros Suprával, amikor oda mentem. Nem mondom, megyek a bankhoz, stb. Pont itt az OMS is amúgy közben, hogyha valami bajod van ott az OMS-es. Van egy biznisz. Igen, bocsánat kollega, igen. Mondja. Nálad van egy olyan dolgom, ami számomra nagyon szükséges. Igen. Nagyon, igen, meg vagyok a témára. Mondom, nagyon szükséges. Igen. Mi az? Hozd vissza, az autóm. Hozd vissza. Hozd vissza. Rendben, mikor és hova? Ide a reptérhez, Fendihez, most. Rendben, adj egy 10 percet, jó? Telefonálnom kell. Nem lesz baj, csak telefonálnom kell. Aha. Jó? Jó. Jó, köszi. Merre vannak? Hello, hello. Jaj. Ebben van még üzemanyag? Tudom, megyünk tankolni, van még benne. Kollégák merre vannak? Nem sok, de... Itt vagyunk. Nyugati, megyünk befele város fele, Palettóból. Ebbe van a sok AK? Lehet, hogy ebbe vannak az AK-k? Ugye nem bántották? Nem. A pénzt, amit kiástam, azt visszaadtam nekik. De hallod, ezt a csomagtartót meg kell nézni, lehet, hogy benne vannak a nagy lőfegyverek. Kettő darab Volkswagen Golf. Hát nehogy legyenek, nehogy legyen nyomkövető benne. Ha nem a tiéd a jármű. Zöld színű mindkettő, ha jól láttam. Lassan kifogy az üzemanyag. Itt a híd után pont lesz balra egy... Igen, ha odáig elérünk. Amir díj 50 millió! Erre a fehér M5-re. 50 millió! Timár Mihály vérdíj, aki megtalálja 50 millió forintot kap. Ránk tettek ki vérdíjat 50 millió forintért. Itt vagyunk Ford Zenkúdó benzinkútnál. Hát ez nagyon jó. Nézzük meg a csomagtartót. Az állami bank utcáján, tudják hol jön a pörkölt kávézó, meg az állami bank, ott jöjjenek, bevédjük magukat. Menjük az állami utcáján, azt mondták a kollégák. Tele van fegyverre. Állami banknál két autó állt. 1, 2, 5, 4 21 fegyvert találtunk az M5 csomagtartójába. AK. Jöjjenek a kávézó nagy felé. Nagy kalibert, úgyhogy jó volna, ha jöjjenek. Szembe jönnének velünk. Jó, jöjjenek a kávézó fele. 14. Nem tudunk, mert kifogyott az üzemanyag. Hol van? Merre vannak? Ford Zenkúdó benzinkút a katonai reptér mellett. Tankolom. Megyünk, jó, elindultunk, bújjanak el. Tankolja a kolléga, tankolja Timár Mihály. Jó, azért megyünk. 14. Ensze nyugatin jöjjenek. Ugye nyugatin fogunk menni autópályán? Nem tudom, merre megyünk. Az a baj, hogy követni fognak minket valami. El kéne bújni a katonaság hangárba. Jöjjenek oda. Katonaság hangárba jöjjön minden kollega, azt mondta a Timár Mihály, oda el fogunk bújni. 14. Hát ez mekkora RP. Na most örültök, aki azt mondta? Baszki a ruháimat, amiket...
Most mi nyertünk? De látjátok, ez váltakozik. Először ők vannak olyan pozícióban, először mi. De ők azért vannak olyan stream, hogy szórakoztassuk a nézőket, chat. És most itt harc lesz szerintem. Nagy adon óra vihítanám. Van itt valaki esetleg rádió? Van, mi vagyunk. Esőlebben tegyünk a kesztyűtartóba egy párat. Nem kell, csak azt nézem, ehhez milyen lőszer kell. Timáriknak segíteni. Hú, nem tudom. Jó, itt ő. Tanaság hangárba azt mondta, hogy minden rendőr menjen oda. Nincs benne lőszer, chat. Milyen hangár? 5 mm-es. Tanaság hangár. Nem jó bele. Menjünk, katonaság. Jó rend. Nem jó, chat, nem akkor tudom használni. Akkor mondok majd egy-két parcella számot, hogy melyik leszünk. Ott hajtom van egy épület, amiben be lehet menni. Oda hallod? Kéne bújni. Igen. Ha átutalod a 200 milliót a rendőrség számlájára, ott fogom hagyni nektek a kocsi csomagtartójába a cuccot. Fiam, te most engem fenyegetőzöl? Próbálsz kijátszani? Kell a fegyver, vagy nem? Fiam, tudod mit? Mindjárt elveszik. Nem erre számítottam! El akarják venni? Itt kanyarodjon be. Itt kanyarodjon be, mert ott a templom közel lesz. Hangárba minden egység. Valószínűleg támadást fogunk kapni. De melyik hangár? A katonaság hangár. Katonaság is. Azon belül fogom mondani mindjárt a pozíciót. Itt ha... Pillanat. Ha megérkezünk, akkor bejelölök egy helyet, ahova be lehet menni. És akkor ott felmegyünk a toronyba, vagy valahol svédve leszünk. Helikopter! Jó, itt vannak a kollégák. Jó van. Ide helikopter hátra, velünk van? Az nem hiszem. Jó, fedezzék be mindenki, helyezzétek el magatokat. Terepjárót tegyétek ide hátra, lehet be kell, el kéne tenni egy pár fegyvert. Igen, pakoljátok át, igen. Gyere ide a csomihoz. Tiszteletem, Tímár. Tiszteletem, köszi kollégák, pakoljátok át a tartomát és fedezzék be. Rendben. Rengeteg nagy kaliber van a csomagtartóba. 21. Egyet kivett a Timár Mihály, azon kívül 20 darab. Kellene lőszer. És most pontosan mi történt? Az, hogy a lefoglalt, elloptam ezt az autót és tele van nagy kaliberre. Igen. És most ezt akarják visszaszerezni. Akkor ezért kérdezik. Igen. Úgyhogy... Csináltam. Timár. Többen vannak, igen. Jó, de mi lenne akkor, hogyha itt hagynánk a BMW-t. Igen. És beszállnának ebbe az autóba és elmennénk. Hát biztos, hogy üldözni fognak. Pakoljátok át. Nincs több egység? Bakker, nincs. Kevés a rendőr. Lehet, hogy elállítok előtték őket. Vigyázz! Vigyázz kollega! Chat. Kevés rendőr van. Nagyon sokan vannak. Honnan lőttek? Valószínűleg tető. Tető, látom! Látom őket. El kell menekülnünk szerintem. De akkor szétlevik a kocsit. Jól láttam, itt van Jézus. Most tudok odajönni katonaságra. Hátulról gyere és próbálj meg minket fedezni. Leesett valaki? Köszi okay. Szépen. Nincs medkitem, chat. Nem hal Jézus, miben nem hal? Óvatosan. Nagyon megsérültem, srácok. A Jézus ott van oldalt, szedjétek ki. Gyere ide, nincs kötszer. De
Kitettem a földre egyet. Köszi. Hol van a Jézus? Ott az ajtónál. Vigyázz ide, hogy bekerítsenek, fedezzétek, kéne tenni a kocsikat. Nincs esélyünk, chat, nincs esélyünk. Nem látok senkit. Két oldalt vannak. Ki, fiúk, ki kell, melyik kocsiba vannak a fegyverek? Coloradóba, ha minden igaz. Rendben, gyertek, szálljunk be, elhúzunk innen. Gyerti szőrsre, vagy mi legyen? Hol a kollega, hol a harmadik kollega? A BMW-be ül. Jó, rendben. Kollega, menjen ki a BMW-vel, hajtson ki és élje túl. Lőnek. Vigyázzunk, Mihály. Meghalt. Ajaj. Füstöl az autó. Füstölünk. Szálljon ki. Kapott. Kapta. Jaj! Elnézést. Nagyon kapja. Meg fogok halni. Esélyünk se volt. Pedig mekkora fogás volt. De kár érte. De kár érte, chat. Fegyverek nem ebben vannak, tudom. Ez tényleg mint egy akciófilm. Aztán. Halló? Napi egy halál! Ja. Miért nem mentetek PD-re? Most indultam. Ferenc, már megint butaságot érkez. Oda indultam. Fel kellett volna robbantani. Azt kellett volna. Csát, ez durva volt. Ez durva volt. Kár, hogy a zsákmány nem kapar. Vagy lehet, hogy meg kell tudna semmisíteni. Terepjáról nem csúsztam volna ki, de annak kilőtt az lefüstőt, azért. Kőzik előtt le? Hú, csak ez durva volt. Legközelebb felrobbantjuk. Ferenc, mert így láttuk jónak. Ferenc, el fognak rejteni a chatről, hogyha nem bírsz magadba. Kikészítem. Modellátorokat is, meg engem is. Hát, nem tudom, valami öltönyös faszi. Az én vagyok. Hello. Elkezdtem átvetni az urvát, de... Van nála AK, geci. Hogy hívják be? Van AK nálam! Vonám, azt kellett volna megsemmisíteni. Hát nézd bele a csomiba. Tegnap is jó sikerült, tehát Elka. Mit lehet elvenni? Az AK-t, azt el lehet.
Nem tudom, a hamburgert elveszem én esélyek. Meg egy kis kézművességet, bocsi. Hát ott nagyon kilőttem. Nagyon éjesélyek már. Meg kellett volna semmisíti a bizonyítékot. Nem tudom megnézni a ruháját. Ez a kormányok. Jó. Várunk. De kár érte, pedig ez jó fogás. Ó, de nehéz. Új, de nehéz. De hol van a jövete? Milyen nehéz? Mindig ezt terpézik, hogy milyen nehéz. Ki vagyok idegileg. Szóval szfata. Ó, ne. Itt a mi állj. Fejest kap. Ventős, ventősnek hagyd. Lehajolok az úrhoz, hát erre fektetem az urat. Mentősökhöz hozza mindenki az idejöket. Leszorgászos videó, igen, július közepén. Arrébb helyezem az úriembert, és akkor megkezdem a vizsgálatot. Húha, folytatódik tovább, chat. Megvan a bőrönd? Ott van a kezébőrönd. Köszi, Benix, örülök. Milyen sérülést látok? Valami nagyon nagy fegyver volna, hát bántott téged? Fejsérülés, ugye? Fejbe lőttek. Bántott, aha. Ha jól látom, fejsérülés van az úrnak. Sajnos... Igen, az AK jó lett volna, ha 762-es van hát, nálam amúgy. Nem kell az utcai, csak az egy, a... Egy hullaszájtót szeretnék kérni. Fegyver, meg egy bőrönd. Ennek jó folytatása lesz. Mindenki próbálja élvezzétek, látjátok? Átültem, volt egy kis akció. Próbálja meg, kérem, igen. Unfair volt. Nem tudom milyen RP-t csinálják, hogy jó legyen és szórakoztató. Tényleg. Tényleg, tényleg. Bármennyire próbálkozunk. Vizsgálom az urat, ha jól látom itt. Akkor lőtték az urat, hát erre fektetem az. És húzom a táskámból a... Most pedig ki kéne állítani a dokumentumot a mentősöknek. Nem hiszem, hogy volt 762-es, de az kellett volna, igen, hogy legyen. Jó, de még játszunk, még nincs vége, meghaltunk. A rendő... Azaz! Azt lőd be a fejbe! Ki? Azaz! Adjál neki! Szép! 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 Kapta! Ja, többen leszünk rendőrök, akkor persze. Hogy összeesett? Kettő subgift chat, és mindenkinek rögtön visszanézhető a stream. Sokan vannak. De ő kapta. Jó, chat. Most nem tudom, hogy mi hogy folytassuk. Hogy ilyenkor mi van. Vissza kell mennünk a kapitányságra, az biztos. Fölcuccolni újra. Mi? Miután Nemo megadta az engedélyt a mentősöknek. A házat nézzük meg, jó! Újra itt! Jézus kill majdnem megvolt, az hiányzott. A házat meg kell nézni, tényleg.
óriási chat. Képzeljét, oké, hogy mondjátok, hogy de tényleg részben azért történnek ezek, hogy a stream, hogy szórakoztató legyen, és ez óriási. Én se tudom, mi fog történni, ők se számítottak arra, hogy én átülök a kocsiba. Örüljünk, hogy vannak partnerek ebben, akik élvezetesebbé szeretnék tenni a streameket. 800 forint a kártya van. Ja igen, mert azt átadtam. Megyünk a házhoz, megnézzük, de kell fegyver. Kell fegyver. Kollega, mi újság? Jó van? Hát, voltam jobban is. Volt jobban is? Rendben van. Dolgozik még máma? Igen, igen, igen. Jó, köszönöm szépen. Csak egyébként akkor a mai napon már nem lesz lehetőség az őrmesteri vizsgára, igaz? Az őrmesteri vizsga miből áll, uram? Tisztelet. Hát, én sem tudom pontosan. Magas streamer. Rendben, de azt mondta applikáción a főnök, igen? Hogy ön is ki tud kérdezni engem. Rendben van, akkor ön a másik. Fülött, nagyon jó. Figyeljenek, most el kell mennem egy helyre, akkor 9 óra 5 perckor találkozzunk a kapitányságon, jó? Rendben, köszönjük szépen. Egy kis segítségképpen a külső applikáción lejjebb görget, és ott nem van a... Nem kell nekem azért, nekem itt van a fejemben az... minden! De nem úgy, amit kérdeznie kell tőlünk. De én nem azt fogom kérdezni, ez a nehezítés! Ajjaj! Köszi, Sades! Egy bajom, amit van. Elnézést kérek, csak tiszta ideg vagyok. Figyeljetek, fiúk! Köszönöm! Legyetek ott 21.05-re, és megcsináljuk a vizsgát, jó? Rendben, köszönjük, köszönöm szépen! Csett, megcsináljuk a... Vigyázzon magára! Mondjátok, magára, hogy mit... Ott találkozunk! Hogy mit kérdezzünk tőlük most, úgyis megadom nekik az őrmestert, de hogy akkor ne az, ami applikáció van, valamit kérdezzünk tőlük. Miért van 1,2 millió? Nézzük meg a házat, és akkor utána őrmestert adunk nekik, jó? Nekem ne jöjjön már! Majd mondom neki, hogy akar így őrmesterre, nem tud közlekedni. Nézzük meg a házat, és akkor utána őrmesterre javatjuk. Nézzük meg a házat. 200 millió meg lett, nézzétek majd vissza, mondom, 2 subgift, és mindenkinek elérhető lesz a stream rögtön a mai nap folyamán. Megnézzük a házat. Ez a másik felét volt, ja. Őrmesteri vizsgára gondolom készültek, de én nehezebb kérdéseket fogok feltenni. Levizsgáztatjuk őket. Übrig azért mondta akkor, tök jó esik, hogy mondta, hogy én is meg tudom ezt csinálni. Bízik bennem. Ez a jó. Jól vagyok, köszönöm szépen. Most a héten már nem leszek, hétfőn leszek újra streambe, akkor Amerika, jó? Nyuszó-muszót fővettük amúgy. Szia Dorián, jó munkát! Ez király RP volt szerintem. Jaj, belaggultunk. Na nézzük meg a házunkat, az új házunkat. Azt mondta, hogy jobb házunk lesz, nem? Ez az, hát ide van a... Ez az, chat. Köszi, Jimmy! Egy megvan, már csak egy kell! Már csak egy kell, és akkor rögtön elérhető lesz a stream. Köszi, Jimmy! Hát chat, elég lepukkadt házat kaptunk. Mindjárt be tudunk menni, szerintem. Ki nyerte? Alex nyerte. Már csak egy subgift.
mellette lévő az? Mindjárt megnézzük. Vagy még nem tudom, nem adta oda a kulcsot, így. OC. Rózsaszín az enyém? Azt mondod, hogy ez a rózsaszín? Nem hiszem, hát itt nézd meg. A rózsaszín, ne ürítsék. Mondjuk a csaj már ott van fönt. Ütne pedig a csatról, igen, megvárjuk. Levizsgáztatjuk utána, köszi, Antix Cségó Hun, te megijesztettél. Mert ugye innen elvette a házunkat. És ilyen blippel jelezte a házunkat eddig is, úgyhogy ennek kell annak lennie. De mindjárt bemehetünk. Na, milyen kérdést tegyünk fel a kadétoknak, körmesteri vizsgán. Köszi Levi Magic, és rögtön lehető lesz a stream. Köszi srácok, ez volt a deal. Ki nyerte? Dávid István. De valami karikának kéne lenni, azt keresem én is, hogy... Gondolom még nem írta rá a nevemre, és akkor azért nem jelenik meg, vagy lehet, hogy restartolni kell. Köszi Máté, egy hónap, lehet az egyik garázs, lehet. Nem, itt meg kell jelennie amúgy. Mondom, pedig most dolgozik rajta. Lép fel Ádi Géperen és lőd le Jézust! Igen! Jó napot kívánok, hölgyem! Hogy ittják a fityeg? Sehogy? Rosszul? Hello? 1.200.000 van, igen. De az a számlámon. Jó, mondom, majd kitalálunk valamit. Lehet szituációs kérdés is. És akkor levizsgáztatjuk az őrmestereket. Lesz egy kis rendőr RP is. Mondjuk ez is az volt, csak direkt mondtam nektek, hogy tegnap előtt nagyon rendőrök voltunk, most a mellékszálakkal foglalkoztunk. 8 rendőr van. Őrmesterek, kiavatjuk őket. Köszi Jimmy, kitartást. El is tűnt a blip, várjatok. Máshol van. Hála a jó égnek. Köszi Pedi. Hála a jó égnek. Köszi! Nem tudom mennyire emlékszel, re visszatér. Nem tudom Antix most így, nem tudom, ne haragudj. Ti már Mihály, a legjobb motoros. Majdnem elvitt minket. Az majdnem baj volt. Na nézzük ezt a házat. Micsoda előkelő ház. Köszi! James William ezt a Last Life-ról? Persze! Persze. Chat, ez azért... Ez elnézést. Ez? Halló, fiam. Hello, apa. Mi vagyál meg felhúzva? Nem vagyok ideges, nem haragszom rád. Rendben, nem is tudom, hogy mit történt, mert a kórházban lávadoztam, képzeld el. Hát, én azt tudom, hogy fáj a hasam, a lábam. Értem, kakilni kell? Nem. Nem. Hason lőttek, meg lábam lőttek. Ja, hogy úgy fáj. Ja, értem. Figyelj már, ez nagyon durva ez a ház. Köszönöm szépen. Mindig számíthatok rád, te kis topó szalonra.
meg kell mondanom az igazat, kiáltott, mondjuk te nem emlékszel rá nagyon, de csak rémlik annyi, hogy megjöttál egy autónyi fegyverre. Ezt a... ilyet csináltam! Kiátszottad az eszemet. Kiátszottad az eszemet. Igen. Akkor ezt legyen egy dicséretnek? Igen, ez egy dicséret. Ez komolyan mondom, hogy... Kiátszottam. Köszönöm szépen. Köszi, Kárm. És ez az ajándék cserébe? Nem, ezt alapból megkaptad volna, de... többet ilyet ne csinálj. Rendben, rendben, rendben. Odafigyelek, hogy jól végezzem a dolgomat, édesapa. Az ajándék a számládon van már. Ó, most nézem, 1 200 000, jó ég, de köszönöm. Nagyon szívesen. Figyelj, körülnézek, aztán utána megyek pár papír dolgot kiállítani, mit szólsz hozzá? Rendben, rendben, fiam. Köszönem szépen, köszönöm. Figyelj, adok egy ilyet neked. Mit? Ó! Lőszert is azt hozzá, légy szíves, mert itt birtokháborítás miatt ezeket le kell lőnöm. Tudj vigyázni magadra. De lőszer nincs hozzá, Faterusz. Elindult a riasztó, 9-es bolt. Adtam hozzá, nem? Nem, nincs hozzá. Milyen lőszer? Jaj! Van a labu benne! Vagy ez mi? Milyen tár van ebbe, fater? Azt hiszem 9 mm-es megy bele. Nincs. Rendben. Köszönöm szépen, apa. Vigyázz magadra. Köszi, Ákos. Nagyon örülök. Vigyázz te is magadra, apa. Találkozunk kedden, érkezem. Ó, pár dolgot át kéne beszélnünk már. Rendben, megmondom úgy négy szem köz, nem? Igen, igen, mert nem megmondom az igazat, egy kicsit bele akarok kustolni a... Milyen úgy élni, hogy nincsenek a nyakadban a rendőrök. Nagy, apa, én tudtam, hogy jó hatással leszek rád. Nagyon jól tudtam, nagyon jól tudtam. Akkor kedden, jó. Kedden, igen. Nagyon jó, találkozzunk ketten, kedden, Faterusz, ketten. Rendben, rendben. Na, hello, hello. Szia, apa, hello. Mazeg itt ekkora, hogy mi? Jó vagyok. Ez itt ekkora, hogy mi? Na, nézzünk bent. Bent mi újság? Hát ez jó. Ez egy állat. Nem idézem, mert én nem beszélek csúnyán. Na, menjünk be a házba, chat. De ez még jobb, mint volt, nem? És itt állnának bent Jézusék. Ja, a mappolása ugyanaz, értem. Értem. Hogy ez ugyanilyen. Az akkor teljes. Nézzük meg, hogy van-e bent a raktárban valami. Jó. Oké. Szuper. Jó, akkor megyünk vissza az őrsre. Miért írjak e-mail, Péter? Nem az unikorn is az ARP... Milyen unikorn? Nem. Csak ugyanolyan hasonló hangtorzító. Andris. Nem. Menjünk a rendőrséghez. Levizsgáztatjuk akkor a két őrmestert.
Normális vagy? Rablásod, tudom. Nem tudom, hogy a kollégák. Nem meg rablásom, mert le kell vizsgáztatnom az őrmestereket. Nincs is nem rádió, meg semmi. Újházja. Lag! 9 órási lagcset megjött. Tegye fel a kezét most azonnal! Tegye fel a kezét, most azonnal mindegyik tegye fel a kezét! Mondom, tegye fel a kezét, vagy lőni fogok! Tegye fel a kezét, vagy le fogom lőni! Tegye fel a kezét! Tegye fel a kezét! Jézusom! Mondtam, hogy le fogom lőni, hát elővette a fegyvert! Jézusom, mit kérdez? Maga főtette a kezét, de nála a fegyver volt és le akart lőni! Normális? Nálam nincs semmi, uram! Maga föltette a kezét, felszólítottam önöket? Hát maszkos úri emberek kijönnek a bankból? Rablás! Elnézést, uram! Milyen rablás? Bakker, hát ennél fegyver volt, és nem tette fel a kezét három felszólításra! Önvédelemből lehet, hogy úrná a fegyver. Ezt nem hiszem el. Mit csináltak a bankba? Elővette a fegyvert! Ezt nem hiszem el, hát nem... Jézusom! Maga remélem nem fogja... megsérültem! Nem akarom átmutatni, menjen oda, megsérültem! Jézusom! Sötét, mi van? Ezt, bakker! Megsérültem, mentő kell! Jézusom, jól vagy? Ez most mi volt, Chet? Hát itt főszólítottam őket, nem tették fel kezüket. Jézusom! Magánál nincs fegyver, ugye? Tassonát nincsen nálam. Megnézem, de nagyon meg vagyok sérülve. Maga el, menjen el, menjen el, hívok mentőt. De mit csináltak a társaimmal? Mi a maga társai? És fegyver volt nálunk? Társam, jól vagy? Akkor elmegyek, uram. Menjen el, hagyj el a helyszínt! Elhagyom! Most mi volt, Chet? Hát itt kijöttek a bankból. Nagyon jó. Segítség! Segítség! Ó, mi meglőttek, uram, maszkos emberek, meglőttek! Akkor szálljon be a kocsiba, itt a bankát mennek éppen. Tessék, uram, jó, köszönöm. Meg kell, ki kell venni a golyókat. Hívjak rendőr? Én rendőr vagyok, uram, nem kell, köszönöm. Ja, bocsánat, akkor szálljunk be, köszönöm. Köszönöm. Megvárja azt, amíg tankolok? Már persze. Hát nem, mert tankulni akkor mindjárt meghalok! Szállj, ja, pillanat, de nem fogunk eljutni kórházba. Tankoljad! Chet, muszáj volt, le akartam őket fegyverezni, maszkos emberek a bankból, most jól jártam el amúgy, vagy... Szálljon ki a kocsiból, kérem, mert nem fogom tudni megtankolni. Nem voltam szabálytalan, nem, ahogy láttam, hogy előveszi a fegyvert, utána lőttem csak. Akkor fel kellett volna... Akkor ezek fejlődést kaptak itt? Igen, ártalmatlanítanom kellett az elkövetőket. Szólok a legának, hogy jöjjön? Pada, Max, Pada, szó. Nem kutathatom, hát meglőttek. Chet, meg vagyok lőve. Most nem tudom, hogy mi, majd bepanaszolják a véletlen. Én jó itt... vannak az urak? Dehogy vagyunk jól, hát meglőttek! Ugye mit 50%-ig lesz? Köszönöm szépen. Menjünk, mert ki kell műteni a két golyót. Várjuk meg az urat. Jötték. Tipli! Viszlát, Mihály. Viszont nem tudtál, vagy maga, hogy Mihálynak hívják? Mihály vagyok, Timár Mihály vezérről nagy üdvözlöm. Ó, üdvözlöm, Kevin Bright, Holmes Orders. Ó, köszönöm szépen, hogy a segítségemre sietett. Várjon maga az a híres ember, akit basztatlak. Igen, akit folyamatosan cseszegetnek!
Ja, értem. Ennyi, ide jövök a bankhoz és azt rám lőnek. Jaj, jaj, viszont... Én jöttem, mert... Remélhetőleg én nem... Nem lesz baj. Jó, ezt most csak viccből mondom, magában a vérdíj, nem? De már nincs, mert már nincs meg az autó se. Ja, értem, csak... Ugye, ja, azt hittem, hogy 50 millió az 50 millió, tudom. Hát igen, 50 millió az 50 millió. Csert, ne aggódjon, jó kezdenkben. Most ez véletlen, nem tudom, nemzetet akartak rabolni? Most tiszta rosszul vagyok. Én azokat hagyjad, azok fejlődést kaptak. Igen, igen, rám lőttek és fejbe kellett lőnem őket. Rendben, hol érzed őket? A mellkasomban és a hátamban. Ha, akkor úgy érzi, hogy kiment a golyó? Nem, ki kell műteni. Ó, vakkem, nem baj. Jó kezemben van, igen. Fater, ügy, véd lesz. A motor... Egyszer. Napi, kill. A kezemet talál, meg hátam, hátamat, a kezemet, meg a hátamat. Jöjjön. Oh, nem érek oda 21.05-re, kollégám, de úgyis boltam. Biztonság esetére én őket bezárom. Rendben, ez jó teszi, uram. Jó teszi. Csak azért, uram. Hogy nehogy jöjjenek itt vandalok. Rendben. Komolyan. Üdvözlöm. Esetleg ismerte azt az urat? Nem ismerte. Üdvözletem. Üdvözletem. Mi ki maga? Aki szerint megfenyegette ment. Megfenyeget. Igen. Ja, emlékszem, igen. Azóta meg... Tesó, mész a másikra? Én műtődni kéne. Nem fenyegettem. De van nálam telefoncsat. Én rendben. Úgy állítom. Amit írtam, tudna segíteni? Igen. Most az a helyzet, hogy egy műtét fog rám várni, úgyhogy most nem, ne haludj. Meg fognak műteni, és nem biztos, hogy életben maradok. Vigye üzenetet a feleségemnek, hogy nagyon szeretem. Jó. Műtsön meg, Doki, műtsön meg. Szálljon fel nekik, vagy mi? Mondanom. Nem tudom, hogy. Ez aztán? Igen. Meg így jön fel az asztal. Jó, van. Esetleg tudni kéne valamilyen betegségre, ami altatás. HIV pozitív. De ki hívott? Tettek levenni a pólót, meg ezt az inget. A csávó adotta, ki elment. Igen, ott, mint ha elment a bóda. Itt vagyok, igen, igen. Segítek levenni az inket, meg ezeket. Szépen, valami is elmondom. Értem? Jó. Másik inget? Úgy, úgy. Mert akkor altatni fogom, hogy azért. Éppen. Éppen a műtőasztalon fekszek, üdvözlöm, majd utána veszünk. A műtőasztalon fekszek, majd visszahívom. Megfogom a telefont, így kiveszem a kezéből, és ide leteszem. Ne telefonáljon, épp altatás közben lesz. Elnézést. Altat? Igen, felejezem a maszkot. De altat a maszkot. Ki jöttem? Horkolok! Nem nyomadik ide. Nem lehet játszani cset. Szépen. Nagyon jó. Telefon. Testet látok. Több a csérdést az uram. Szépen. Nem érünk oda az örömmel vizsgára. Nem kell tudni, hogy nem kell lenyom a testével az érzést, nem kell tudni. Kicsit reszkod az ugye. Még szépen a testemben van, és az olyan a testemben, és megnézem, hogy van át a tárolóban a golyót. Kint várom, hogyha kell fúval. Azok én nem csipeszt. Ha feltörténítem a sebet, csipeszt. Felejezem, hogy kell kifeszíteni a sebet. Szépen. Nem tudom, hogy... Kiműjtenek után csináljuk az őrmesteri vizsgát, nem? Rögtön elérhető lesz a stream, jó? Valaki sürgősen nyissa ki a kórház ajtót. Műtök. Szépen én kipeszítem. Jó a mentős. Szépen kipeszítem itt az volnak a sebet. Nem szoktunk mentősökkel elárpézni. Hát ez a mai nap cset, ez nagyon király volt. Nem tűzsél beszéltek. Nincs szépen meg kell tudtam, hogy még egyszer tudom összevalani. Oké.
De ezt váltam a sebet. Nem kötözöm. Szépen ide menjük a kamerámat. Utána még a pénzt kiásni. Látom a golyó, itt kiment. Ki van két ügyet se van, hogy csukkom én. Szépen ezt is, hogy ne feltétlen éppen. Benne megnézem, hogy csak van semmi. De nincs. És ha kezdem ezt a valamelyik, akkor van még benne egy sérülés. Másik oldalon is a sem. Meg nincs vége, igen, még örvestereket le kéne, vagy a kadétokat le kéne vizsgáztatni. Nem vagyok. Betekerem az úrnak a karját. Más nyoma, jó ütést helyezek rá. Ide jövök a hátán, évbe lefsírom és ez. Ezt is megvizsgálom, lefeltődni itt a megtöbító koronát, amit benne van, ahol egy hasára fettek az úrnak. Szépen. Megkibeszítő. Jó RP-zi. Megfog a másik kezemmel. Nem a fater írta. Elmenthetnénk a számokat, a nem a telefonszámokat. Nem feltétlenül, hogy még egyszer a sebe. Nem vizsgálom, hogy nincsen. Nem találok benne semmilyen színálagokat, darabokat. Vagy látok, nem. Szépen is, nem feltétlenül, hogy még egyszer. Innen dob le mobil, Fox member! Tehát és az úrban. Hétfőn ugyanekkor, igen. Igen. Szépen felhelyezem a sebb, azt szépen kötözöm. Bakker a hunorékat el is felejtettem, pedig velük is beszéltem egy RP-t. Szegénynek pedig mondta, szia Joker! Semmi. Szépen lehelyezem az úr. Szépen el tudnak felkölteni az urat, hogy nehezest. Össze az arcára. Tehát, hogy hunorékat lőttem le ott? Ezt fog. Én felkezdem felébreszteni az urat. Az orvitában nem kiszedni. Hol vagyok? De jó néz ki a műtős úr. Tudom. Én vagyok a legszexibb. Mi történt? Istenet. Mi történt? Kevin Bright vagyok. Ha esetleg elfelejtetek, ki lennék. Műtétet hajtottam magán végre. Kettő golyót szedtem ki, és... Ti voltatok az a Joker? Sebet vartam össze. Vagy négyet. Vagy hol? És össze be is kötöztem. Köszönöm. Megtámadták szépen magát. De megtámadták magát. Óvatosan, mert a hatás alatt volt, úgyhogy... Nagyon jó, köszönöm. Fel is húzom a ruhámat. Igen, oda van parancsoljon. Hova tűnt a telefonom, te jó ég? Ja, pillanat, visszaadom. Ilyenkor a telefont is odaadom az úrnak. Parancsoljon. Köszönöm szépen. Nincs mit, mivel tartozok, felem? Uram? Egy köszönettem. Köszönöm szépen, és egy kötszert kérek szépen, vagy valami medkitet, hogy túléljem a dolgokat. Maga rendőr, hova? Igen. Félően adom oda a medkitet, az a baj. Ja, szuper. De mindegy, megkapja a medkitet, parancsoljon. Köszönöm szépen. Apropó, medkit. Ez most pont hülye eset, de mivel jól tudom, maga fölött van még valaki? Akkor kívül vagy a vezét. Főnökön kívül. Igen, fölöttem van még egy a főnök a legnagyobb. Aha, mert annak is azt mondja, nemrég volt, és megkaptuk a sokkolót maguktól, de viszont maguk nem kaptak tőlünk medkitet, meg ilyen szélszarokat. Aha. Nem tudom, hogyha maguknak még van-e. Ezt meg kell néznem majd, ha nincs, akkor jönni fogunk önökhöz, jó? Rendben. Köszönjük a munkáinkat. Most hülye helyzeten kérdeztem meg, de gondoltam. Jó, maga nagyon jó mentős, köszönöm szépen. Pihen nem kell. Ha akar, befeküdhet a pihenőbe, addig hívok magának egy egységet. Köszönöm. Mentsék meg, jöjjön erre. Megyek haza. Haton alszok, persze, de köszönöm szépen. Rendben, akkor. Köszönöm. Nem tudom fővenni, de valaki kint vár, de hunor főként. A munka nem állhat meg, uram, tudja? Szolgálunk és védünk, ha golyót kapunk, akkor is. Hát igen. Köszönöm szépen a mentőt. Nem tudom, hogy ezek magát keresik. Szép jó napot. Jó napot, nem tudom, de most telefonálok. Inkább, addig jöjjön be a kórházba, jó?
nem szeretnék mesterlövész. Mi történt az úrra? Hello! Tudod, ő a híres emberünk. Hello! És gondok történtek is. Na, mondja, mi a baj? Ne ilyen, ne frászkozod rám. Nem nagyon. Mondjad, mi a baj? Hát ki kéne menned a reptérre. Melyik reptérre? A városi reptérre. Rendben, megyek. Na rendben van. Ha odaértél, akkor hívja és mondom tovább utasítás, jó? Rendben, hello. Szervusz. Uraim, bocsánat, tudnak gyorsi rádiót adni? Átadom magának, akkor gyors. Köszönöm szépen, mert a kollégáknak kell nagyon sürgősen szólnom. Nincs mit. Azért kiváltok. Óvatosan itt a menésekkel, mert... Nem, köszönöm most szépen. Most esett. Fádám csillapító nem kell morfém? Nem kell, köszönöm. Nem morfém, hanem szanaksz. Óvatosan, uram. Beleegyeztek a 90 fokba egy darab túszért. Jó, rendben, én is így gondoltam. Teljesítjük, és akkor engedhetik a túszt. Fézz, nincs. Elnézést kollégák, az őrme, aki a két kadét, aki őrmesteri vizsgát akar, most akarja, vagy jó, legközelebb is? Éppen most csináljuk, csak poltrablás van, és a Dániel főtörzs őrmester felügyeli, hogy én vagyok akcióparancsnok, és a Gyula kadét kollega pedig a túsztárgyaló. Nagyon jó, köszönöm, csinálják, minden jót. Lás után viszont még egy pár kérdést feltehet azért még, igen. Szóval, most fogunk megindulni, felteszem a kezeimet, beülünk a... Ezt megoldják. Fájdalomcsillapítót. Hello? Nagyon fáj a gyakab. Szép napot. Tudsz adni az úrnak fájdalomcsillapítót? Most nem tudom kiképzelni. Most a városi reptéreken mennem, ezt még nem tudom letenni. Hú, csak ezt meg megnézzük, mert Hunoréknak is megígértem. Közös RP-t, de egyszerűen nem tudok ennyi fele figyelni, sajnos. Szép jó napot! Jó napot, kivel beszélek? Az úrral, akit ott a... az isteneknél. Ott a nagy, nagy épületnél. Rám fogta a fegyvert, mit képzel maga? Ja, hát azért, mert fegyvert vasszott, a társai voltak, hát a társai mit fognak rám fegyvert? Uram, mi nem akartunk semmit, csak hát így a dolgot. Csak le akart lőni, persze, a társa. A bányáskodunk. A bandba? Maszba? Igen. Hát de uram, ez mi volt? Hát uram, az a helyzet, hogy mondtam, hogy tegyék fel a kezüket, ön feltette, de a másiket... Mindenki feltette? Nem, ezt tudom tanúsítani, nem tették fel. Rendben, értsél meg, mi nem vagyunk rossz emberek, tudja, félünk mi. Ha már itt bányásunk órákat, eladjuk, jó drága pénzért, a gyémántot is, az aranyat is. Hát de mit? Nézd már meg, tök jó izé, tudja, mindig macsba járkálunk. Jó, rendben. Legközelebb akkor engedelmeskedjenek, és nem lesz sajnos ilyen sérülés, jó? Rendben, viszlát. Viszlát. Uram, nem tudom leszedni a telefont. Én sem tudom. Mi folyik itt, uram? Nem tudom. Van egy kis probléma, nem tudom leszírni a telefont. Én se. Visszahívom? Hívjon vissza. Hát nem is bírom, semmit sem tudok. Hát ez ennyi volt. Örökkön örökké. Jézusom. Szép napot. Odalban van még? Igen, mit történik? Megtámadtak a szellemek. Nem tudom letenni be magam. Kérem uram, tegye már a telefont. Mielőtt még itt elájulok. Nem tudom killálni magam. Itt van még? Szép napot! Jó napot! El tudná engem vinni valahova? Ó, kollega, most nem tudom sajnos, megyek pihenni, és még van egy dolgom, amit el kell intézni. Ja, jó rendben, maga is ott volt reptérnél. Nem bírom leszedni a telefont!
Vagy maga nem emlékszik semmire. Maga nem emlékszik semmire a reptéres. Én túléltem, van egy telefonszámom. Az egyik úrhoz azt mondta, hogy 100-szer előre, de hát ma szállítsak le neki, és hogy legközelebb, ha lesz valami akció, akkor szóljak neki akármiről. Van egy telefonszámom, applikáción, e-mailbe átküldjem önnek. Intézze nyugodtan, jó? Intézze. Hát, jó rendben. Magára van bízva, köszönöm. Jó, nem, viszlát. Én magában van még? Igen, de nem tudom letenni. Én nem tudja letenni? Mit hívogat? Hát nyomogatom itt a letétet, uram. Nem folyik ki? Nem tudom én se letenni. Frissítsa az agyát újra. Jó? Próbálgatom, de az sem működik. De nem úgy! Tudja, hogy mondom. Ja, értem, viszlát. Hagyja el a várost és vissza. Értem. Hát ebben ki vagyok. Hoppá. Vonalban van még? Hello? Nem tudom, bebagolt. Pont akkor vettem föl, mikor letettem. Na, nézzük, Hunor mit akar. Vonalban van még, uram? Na, Hunor mondta, hogy ide jöjjek. Csak ennyi mindenre figyelni. Itt vagyok, hello. Nem beszél? Szálljak be. Nem hiszem. Ha már nincs nálunk a bögös. Bebagott teljesen a telefoncset. Teljesen. Nem tudom kicsoda. Hunor mondta, hogy jöjjek a reptérre. És ez a csávó nem beszél, fővet csak. Izgalmas a mai nap, az biztos. De jó, csak meg kell, hogy csörgessen valaki, nagyon jó. Hello! Itt ülök valami helikopterbe, valami maszkos csávóba, nem beszél. Hogy jó helyen vagy. Jó, oké. Okay. Majd a többiek megtudja, a többi dolgot. Jó, megint. Jó, szavaz.
verted? Mi újság? Hallom, itt vagytok, ugye? Ja, mi van, lecsuktak? Gyere be, jó? Oké. Köszönöm. Merre? Akkor tényleg becsukták ezt a szerencsecsomagot. Hát őket nehéz lenne kikokézni egy fegyverre. Ott van a kis aranyos, nézd, becsukták a hunort. Jaj, de le van lakva! Mi van, lehajult a szappani a börtönbe? Jó, megrakták a kis aranyost. Hello! Szevasz. Te normális, hogy lehajultál a szappani? Nem csak a szappani. Mit keresel itt? Kikert összebarátkozni itt az emberek? Hát figyelj, nem szólnak kettőt se, úgyhogy ja, jó barátok lettünk itt ebbe a két percbe. Akkor jó. Mi újság? Jó vagy? Vagy tehetek érted bármit is? Vagy mi hívtál ide? Persze, majd megtudod. Szabadultam, és akkor hagyjuk el ezt a helyszínt, jó? Jó van, szerintem nyitva van az ajtó, hogy tudsz sétálni. Én nem tudom, hogy miért csuktak be téged. Valamelyik rendőr csukott be téged, vagy? Megtudod, jó? Megtudod. Rendben. Csak elmegyünk most egy helyre. Amivel jöttél, azzal megyünk. Rendben, akkor menjünk. De figyelj, hogyha becsuktak, én nem biztos, hogy kiengedhetlek innen. Nyugi van. Most kisétálsz a büntetésedből? Már leültem. Ja, leülted, hogy most szabadulsz, értem. Jó. Persze. Mit csináltál? Elmondhatod? Nem. És a barátaid? Őket miért nem csukták akkor le? Melyik a barátaid? Értem. Na gyere. Jövök. Csak nem nyílt ki a kapu. Egyelőre még nem kell félni tőlük. Egyelőre. Nem is félek amúgy. Ja, azért nem ennek a lábaid, de mindegy. Nincs itt amúgy, hát nem vagyok ehhez hozzá szokva. Meg tudod, persze, hogy még nem bízok benned. Nem is kell. Én sem benned, ne aggódjál. Csát, ez most mi? Ma nagyon jó RP-k voltak. Ülj csak előre. Köszönöm. A sofőr tudja, hol kell menni. Pillanat, csak telefonálok, fontos. Jó, napot kívánok! Juhász Gyula, maga akar őrmesteri vizsgát tenni? Igen, illetve Némó kollega. Rendben, Némó kollega ott van magával? Igen, itt van. Jöjjenek a kettes frekvenciára, jó, gyorsan megedjük. Rendben. Hívásba. Köszönöm. Rendben. Ez két perc, jó? Persze. Tiszteletem. Tiszteletem. Itt van Gyula és Némó. Yes, I am. Rendben van. Milyen, hogy sikerült a rablás? Hát az elkövetők nem azt csinálták, amit kértek. Köszönöm, hogy jöttek. Rendben van. Mióta kadét Gyula és Némó? 2 óra. Én 14-e óta. Valaki 7 óra. Én vagyok Gyula. Rendben van. Akkor Gyula, ön kezdi, tegye le a vizsgáját. Amit úgy gondol, hogy szeretne elmondani a főnökségnek. Rendben. Hát akkor mondjam a rendfokozatokat? Mondja a rendfokozatokat. Rendben. Egy pillanat csak, még gondolkozok. Nem tudom máshogy levizsgáztatni őket egyszerűen. Gondolkozok, megnyitja, azt fölolvassa. Jó, de ezt nem lehet elterülni. Eddig soroljam a rendfokozatokat. Ne, az első 10. Rendben.
Dehogy lesz gond. Levizsgálsz a kérdőt. Akkor kezdem. Ugye az őrmester. Őrzsőrmester. Őtőrzsőrmester. Zászlós, ha jól tudom. Törzs zászlós. Főtörzászlós. Hadnagy. Főhadnagy. Százados és őrnagy, ha minden igaz. Nagyon jó, nagyon jó. Némo, most önt kérdezem. Milyen eszközöket viszünk magunkkal, miután felvettük a szolgálatot? Maroklőfegyvert, egy kevés golyóval, sokkolót, gumibotot és elemlámpát. Nagyon jó, Némo, nagyon jó. Rendben van. Gyula, mikor alkalmazhat pit manővert? 3 felszólítás vagy 4 felszólítás után, hogyha nem hajlandó félreállni a gépjármű. Nagyon jó. Némo, mikor fog rálőni az elkövetőkre? Hogyha előveszik az éles maroklőfegyvert és rám tartják, vagy rosszabbik esetben rám lőnek. Gyula, milyen esetben tagadhat meg parancsot a felettesétől? Ezt nem tudom most pontosan. Van esetleg tipje? 2 perc, jó? Mikor? Persze. Némo esetleg tudja a választ? Még egyszer a kérdést. Mikor tagadhatja meg a felettesei parancsait? Hogyha például ön vagy az übrig mondja a parancsomat, akkor semmikor. Nagyon jó, köszönöm szépen. Lehet nem egyetérteni veled, de sajnos nem tagadhatja meg a parancsot. Rendben van, egy utolsó kérdés. Mi a céljuk a rendvédelemnél? Igen. Szép tapolt. Pillanat, mindjárt végzek. Nos, nekem az a célom itt a rendvédelemnél, hogy szolgáljam a városnak a rendjét, illetve hogy megállítsak mindenféle rablást, bűnözőket, megállítsam mindenféle gyilkosságtól, illetve rablásoktól. Nagyon jó, köszönöm. Szép napot. Szép napot. Mi tartózkodik ezen a rádión? Ehhez is szeretnék kérni, ez itt mi történik? Ez rendőrségi rádió, vagy igen, nem? Ez rendőrségi rádió. Csatlakozzon le, köszönjük. Rendőr vagyok. Ja, de most éppen vizsgáztatás van rádión. Jó? És lehet... Csömbbe legyen már! Hát most mondom, hogy vizsgáztatás van! Igen. Másik kollega, mit szeretne rendőrségtől? Nem motoros alosztályba tartózkodni, mert nagyon szeretek motorozni. Szegény. És hát igen, szeretek rendőrködni is, járőrözni, meg szeretném védeni a várost a gonosz emberektől, akik minden nap fosztogatják őket, nem és a motorosokat minden nap megijesztik egy maroklőfegyverrel. Köszönöm. Minél több bűnözött a rács mögé juttatni. Nagyon jó, köszönöm, most mondhatja a kollega. Aki fölcsatlakozott. Miért van itt? Ja, én csak azért szerettem volna kérdezni, hogy itt található a főnök vagy valaki, mert én is szerettem volna vizsgázni, de akkor mindegy. Ön is kadét, uram? Igen. Mióta kadét? Egyedül. Egy hete, múlt csütörtöktől úgy tudom. Vagy azelőtt, nem tudom pontosan. Hogy hívják magát? Kalapos Róbert kadét. Rendben, Kalapos Róbert kadét. Elnézést kérek, csak nekem az volt az információm, hogy 2 vizsgáztatóm lesz ma. Ezt most így is gyorsítottba csináltuk. Keresse fel Übriket, vagy ha én leszek legközelebb, akkor le fogom vizsgáztatni. Rendben? Jó, rendben. Köszönöm a megértést. Gyula, illetve Némo, nálam sikeres vizsgát tettek. Keressék fel Übriket, és akkor megkapják a rendfokozatukat. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen. Timár Mihály, még egy kérdésem igen? Lehetne? Igen. Ugye úgy tudom, hogy ön vezeti a nyomozati alosztályt. Nem, ez téves. Amióta főnök lettem, nem vezetek semmilyen alosztályt. Köszönöm szépen. Ezt Übrikkel fogjuk megbeszélni, hogy fogjuk kiosztani az alosztályokat. Igen, meg nekem is lenne egy olyan kérdésem, hogy a motoros alosztályba hogy lehet bekerülni. Ezt is Übriktől kell megkérdeznem, ezt még nem esett szó ezekről a dolgokról, jó? Rendben, köszönjük szépen. Köszönöm a buzgóságukat, nagyon jó teljesítenek, és így tovább fiúk, jó? Számítunk önökre. Köszönjük szépen. Köszönöm, szépen. Minden jót, jó éjszakát. Magának is, ennek viszlát. Ó, csat, ez nagyon nehéz.
bocsánat, itt vagyok. Igen? Persze, semmi probléma. Gyere! Ne haragudj, tényleg elnézést kérek a három sráctól, de egyszerűen nem tudok ennyi fele figyelni. Szegény srácoknak is muszáj volt most így megcsinálni rádión. És a harmadik sráctól elnézést kérek, hogy lekiabáltam, de a IC, de most nem tudok ennyi fele figyelni. Bekötöttem magam. Ügyes volt. Nehéz. Bele tudjuk sűríteni 10 percbe, Hudor? Bele. Köszi. Csak ugye te elhúzod. Tessék? Semmi. Ja, na, nagyon sok dolgom van, az tiszta idegből. Persze ide. Robertek igazából is Robert a neve, nem baj az. Nem, rögtön elérhető, mert volt GTA Man deal, és akkor rögtön elérhető a stream. Nem hiszem, hogy a BLS-es botti. De örülök, hogy ilyen jó rendőrök vannak. Meg persze most mit szívassam őket, őrmesterek lehetnek. Meg majd jön Übrig, akkor helyre teszi őket, ha valami probléma van, de kell most a rendvédelemhez a jó ember. Az a kocsi ajtó, nem tudom, ellopták. Annyit mondjuk, hogy ne járjon a szád, jó? Ez fenyegetés, tudod? Nem. Nem arról a helyről, ahol most jöttünk. Közel van a házamhoz, chat. Brandon, ott mi az egy ház? Szeki. Kiszálltok? Jó. Rossz. Gyere utána. Ja, most ott mi jártunk meg azon a helyszínen, ezt nem nagyon értettem. Gyertek ide az asszonyhoz. Jó kis csapatot szedett össze amúgy a Hunor. Na. Figyelj, Mihályom. Igen? Tudod, neked van az apád. Van. Uh-huh. Nem sokáig lesz az, jó? Meg akarod ölni? Miattam voltam ott, ahol voltam. Eljuttatod börtönbe? Pontosan. Na de miért? Az okát azt én sem tudom. Csak annyit tudok, hogy három rendőrbusz, nem is tudtam, hogy van ilyen, megfogtak és akkor hip-hup, izénál voltam pont. Az italboltnál elkaptak, beraktak, azt mentem is. Ez kemény, hallod. És akkor ki akarod nyírni cserébe? Így van. És neked felteszem azt a kérdést, hogy mivel az apád, ezért a rendőrség oldalán állsz, azaz nálunk is segítesz nekünk elkapni őt, avagy átállsz az apád oldalára. Ha. És az ő oldalát támogatod. Megvan már a döntésem, de mi történik, hogyha ezt csinál meg, ha azt? Hát... akkor a barátság megszűnik és nagyon rossz irányba fogunk elmenni az a helyzet. Csát, ezért mondtam azt, hogy még nem kell félni az emberektől, akik körülötted vannak. De ha rossz döntés hozol, akkor utána majd kelleni fog. Értem. Tudod, hogy a faterra jó a kapcsolatom, de nem egyezik a nézetünk és az értékrendünk. Ez így van. De természetesen a rendőrökkel vagyok, mert én a jó célt szolgálom. Az, hogy de hogyha te megölöd édesapukámat, akkor gyilkosságért ellened is vádat kell emelni. És ki mondta, hogy én fogom megölni, és nem te? Hát én nem akarom. Biztos? Nem akarod kérdését. Rendben, akkor mi lesz, hogyha nem én teszem meg? Vagy ha nem akarom megtenni? Nem is muszáj megölni. Elég, ha berakod úgy, mint engem, csak úgy, hogy nem jöhet ki már többet onnan. Ha ez nem sikerül, akkor viszont meg kell ölnöd. Neked. A szemünk láttára kell felbérnöd. Kezd izgalmas lenni. És hogyha nem sikerül, vagy mennyi idő van erre? Nincs megszabva, hogy mennyi idő van erre. De ha kiderül bármilyen információ róluk,
rólam, a házról, az egész akcióról, akkor sajnos te fogod megkapni azt a lövést, ami örökre elvisz innen. Jó, érthető. Elég világosan fogalmaztál. Úgyhogy gondold át, hogy mit csinálsz, jó? Rendben. Én nem akartam neked soha rosszat, de... Ez te normális ez! A falat majd legletteled azért, jó? Köszi. Na. Akkor kedden tájékoztatlak a döntésemről, ha rendben van. Jó, oké. Hú, ha nem keresel, akkor ezt úgy veszem, hogy ellenünk döntöttél, és akkor nem apádat fogunk vadászolni, hanem rád elsősorban. Rendben, teljesen érthető. Rendben van. Mindent elmondtam, amit akartam. Köszönöm szépen. Én köszönöm, hogy megjelentél. Jó éjszakát. Jó éjszakát. Azért nem az házban, ugye jó? Nem itt alszok. Dehogy az. Jó. Chat, ez izgalmas lesz. Hú, de jó, a hunarék is jó RP-t hoznak. Ezzel megyek! Merre megyünk milyen? Áááá! Jól, akkor gyalog megyek! Azt na, hittem hát nem száz be. Nem, majd elengedem. Vicceltem, fiúk, Hunorra megbeszéltük, hogy viccelek. Mert nagyon vicceltem, nyitsd ki! Hú, chat. Ez kezd izgalmas. Kedden lesz magyar, igen. Jó, chat. Hogy tetszett a mai stream? Remélem tetszett. Kellett egy kis tag chat, de nem baj. Néha kell. Hagy szokjam én is. Itt a türelmet kell gyakorolnom. De szerintem ez egy nagyon jó live volt. Úgyhogy köszönöm mindenkinek, aki az RP részese volt. Támadjunk. Köszönöm a moderátorok segítséget, köszönöm a támogatást, tagságot, és rögtön elérhető lesz a stream. Remélem jól éreztétek magatokat. Gyertek a magyar szerverre, remélem nem fagyunk ki. Ha igen, akkor jó ét, de nézzük meg. És nem fagytunk ki. Nagyon jó. Nagyon jó. Holnapra kitartást annak, aki dolgozik, akinek szünet van, jó pihenést. Holnap, vagyis a hétvégén nem vagyok, mert Balaton leszek, de szombaton lesz házfelújításos videó. Köszönöm szépen, sziasztok, jó éjszakát, csá-csá-csá, jó pihenést. Köszi, hogy itt voltatok, csá-csá-csá-csá-csá.